open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Jaj, képzeljétek el, olyan kedves ajándékot kaptam, ezt meg akarom veletek osztani. A Vasas elnöke, László, megtalálta valahogy a sportorvosi igazolványomat, és elküldte az 1987-es Vasas SC Sportegyesület igazolását, ami egy magyar testnevelési sportszövetség tagsági könyve a Birkózó Klubból. 30 éves lassan. Jövőre. Lassan 30 éves. Jövőre 30 igen, éves. Igen, ezt nem számoltam. Igen, hát látod, ezért ez a pár kimaradt matekkora, ugye megbosszulja néha magát. A rohadt életben. Akkor kell hittem a pioltani, szorogani kezdjek. 87. 1987-ből az első sportorvosi orvosi igazolásokat, hogy versenyezhetek, bepecsételték, 88. január 27-én pecsételték be az elsőt, hogy versenyzésre alkalmas vagyok, és elküldte fotóval. Hát a fotó azért az... Jó, de szép gyerek voltál te! De szép macska vagy, Sanyi! Azt a mindenit neki! De jó! Figyelj, ez, hát a fejforma már megvolt akkor is, mutasd! 87-es fotó, ezt nézd meg. Mutasd! Fehér pöttyös ing gallérként kirakva. Aha. Közvetlenül előtte beszakították a hidadat valószínű, mert kicsit durcás arcot vágsz. Apám valószínű leültetett a pillére, megfordította, és ahogy forogtam, egy helybe tartotta az orrot, és csak így körbevágott, amikor mindig ugyanoda ért a homlokom. Minden egyes fordulásnál vágott egyet. Figyelj, zseniális arcod van, erre az arccal ez van írva. Én balettozni akartam. Rohadjál meg, fiam van ezért, persze. Figyelj, zseniális. És? Komolyan meghatottam. Ez tényleg, ez egy szép dolog a Markovics úrtól. Nagyon. És köszönjük szépen. Azt is jelezte, hogy egyébként nagyon szívesen tataroznak végre a birkózó csarnokot, úgyhogy jó lenne, hogy 87 óta elmaradt tagdíjat befizetni. Hát sajnos azt a birkózó csarnokot már nem tataroznak, mert úgy, hogy van a box csarnokkal és a birkózó csarnokkal elbontották. Igen, de lett új. Azt nem tudom, látod, de én azt kicsit megsirattam. Mi oda jártunk birkózni. Komolyan? Darabig, aha, Vasasba. És ott a Fáy utcánál építettek igen, új birkózó csarnokot. És a púpod? Ne, a gyerekek is. Ja, bocs. Szóval nagyon, nagyon, nagyon helyes volt, olyan aranyos volt, tényleg. És ezt megőrizték azóta? Ezt nem tudom, hogy került elő, valakinek a kezébe akart. Zseni, a gyerekek zseni. Azért az a kép, az sírós. Figyelj, sírósan magáé, ugye? És itt vannak a kis bélyegzők, és versenyeztet a lányokat. Nagyon jó. Igen, a női sportorvosi engedély megadva. Figyelj, megadva. Ez zseni, tök jó dolgok, amikor így előkerülnek ilyen régi kis kordokumentumok a múltadból. Nem is számítottál rá már, hogy ez megvan. Figyelj, adod nekem, akkor meg is lesz még egy pár év múlva. Nem, ezt elrakom. Zseniális. Ez is eleve nagyon hiányzik maga a birkózás, meg az a fajta mozgás. Csak nem akarok lemenni, 18 évesekhez, akik... Csúnyán megvernének. Rommá hajtogatnak, de én azért azt 6-8 évig üztem, és nagyon hiányzik maga az a fajta mozgás. Keresek egy olyan helyet, ahol ilyen szenior birkózó klub van, és akkor le tudsz menni kicsit velük edzeni. De olyat keres, aki szintén úgy nem edzett, mint te. Mert hogyha valaki végigedzett a 40 éves koráig, véged van. Ahol ilyen taták, te 38-ason lemehetsz egy kicsit úgy birkózni, hogy vannak, akik már régebben birkoztak, szeretik ezt a mozgást, amit nem versenyzők közt 16 éveseket. Jöjjön papa, tudod. De nem, vannak nagyon komoly Masters versenyek, tehát simán lehetsz Masters, EB, Európa bajnok, ja, nem, csak lemenni, mozogni, nagyon szerettem azt a fajta mozgást. Úgyhogy ezt majd felteszünk, köszönjük nagyon szépen. Jó. És az inget, nekem még mindig van ilyen ingem. Hát te konkrétan így öltözöl. Tehát ahogy én öltöztem 87-ben, te így öltözöl 2016-ban. Fehér ing kirakva, kis gallére. Igen. Ez a kép most marhára megfelelne. Van egy ilyen Facebookos felhívós dolog, hogy azt mondja, hogy 5 képet kell közölni, ami 15 évnél régebbi rólad. Minden nap egy képet kell közölnöd. Valaki kihív, emlékszel? Csak ugyan... Balázsról lehet? Nem! Mindenki saját magáról kihívlak. Téged a Facebookon. Ez az Ice Bucket Challenge, ez hasonló kihívós. Igen, annyira nem veszélyes a dolog, mert abban ugye volt, aki bele is halt. Itt az van, hogy ha én kapok egy ilyen kihívást,
akkor azt kell teljesítenem, hogy 5 napon keresztül magamról 5-15 évnél régebbi képet kell kirakjak, és minden egyes képhez ki kell valakit még hívjak. És hát állítólag nagyon-nagyon vicces képhalmazok kerülnek elő. Retro Picture Challenge. Ennek az értelme, hogy akkor 5 napon keresztül te posztolsz. Igen, egy-egy ilyen képet magadról. 15 évnél régebbi képeket. Igen, lehet csecsemőkori, lehet, aki mennyi, ugye ki, hol tart most az életében éppen. Tehát akkor nektek ilyen 40 év körüli képeket kell. 30 alatti, te! Most már 45-ök. 40-es képeket kell kitenni. És ezt valaki megnyeri, vagy ezt teljesítened kell, ha téged kihívnak? Igen. Ilyen hülyeséget. De figyelj, miért? Hát ez ha másért nem, azért, mert marha vicces egyébként végignézi, főleg közszereplők esetében. És én ezzel most ki tudlak hívni? Tehát én ezt felteszem az Instára, vagy a Facebookra, én ki tudlak hívni? Igen. Azt mondod, hogy állom a kihívást, itt az első képem, és kihívom Vadon Jánost. Vagy a Zsút. Így van. Figyelj. Lehet ez az első, lehet a második egy vitel, egy függönyhajú, Z pluszos, aztán egy cseréptörést vállalok, promófotó. Ez jó. Azok voltak már 15 éve. Neked 15 évvel ezelőtti képét milyen van? Milyenek vannak? Semmilyen. Játszol a malacsal? Aha, nem játszom vele, földolgozom. Rúdaloztok a hólyat? Nem, igazán nem csinálnak, hogy hívják volt. 3 birkából és 2 malacból egy saslikot. Egy kolbásszal a nyakadban rúgdosol egy lúdlábcsontot valahol? Igen, felfűzéket egy kopjár. Te meg hosszú hajjal, nem tudom. Nekem azért vannak azért nem, hogy nem izét, trágyát villázz. Trágyázol valahol. Igen, nagyon messze. Apámmal merjük a kerti budit. Egy fakadára a kezedbe, tehát mit tudnál kitenni? Jó, én kihívlak benneteket szívesen, én nem vagyok Facebookos, nem Facebookozom. De akkor én kirakom ezt az Instára, és tekintsétek ezt kihívásnak, tehát ti is akkor hozzatok. Nem kell ötöt, egy valamit villancsatok, jó? Jó. Én ezt a 87-es képemet szívesen megmutatom. Akarsz most egyet előlegesen? Csak te is neked? A kazal mellett? Hát ez... Én is azt én a kazal, hogy mi a két ilyen. Ez 94-es, a Bozsoli Novorallin voltam, kérlek szépen. Egy Alfa Romeo van, mint az a háttérben jól látható. Azt nézd meg. Atya úristen, neked jót tett, hogy öregszel. Azt nézd meg azt a képet. Azt a mindenségét neki. Azt mondja, jót tett, hogy öregszel. Komolyan, tehát jót tesz. Na, adjad neki, Jani, adjad. De most nem. Az én vagyok. Igen. Atya úristen. És ezután még hány rész jött a Harry Potterből, ahol Hagridot játszott? Nagyon. Fura. Ugye? Igen. De ott vagy benne valahol, nem? Én vagyok ez is. Nagyon kemény. Még milyen kihívásokat találnak ki? Tehát igazából tényleg sok értelme nincs. Semmi. Van, aki ezt szégyelli? Vagy van, aki nem mer kitenni ilyen képeket? Hát inkább vagy... az, hogy egy közös multidézés, mint hogy neked is milyen jó volt, hogy ezt a képet megkaptad. Igen, ez úgy az ember ilyen elfeledett képeket elővesz, hogy keresgél, hogy mit rakjunk ki magáról, és akkor azt mondja, hogy úristen, ez is én voltam. Hát szerintem ez olyan hülyeség, amikor valaki nem vállalja fel, hogy milyen volt. Tehát, hogy azért vannak sokan olyanok, akik azért nem szállnak ebbe bele, mert azt mondják, hogy basszus, nem előnyömre vált, vagy előnyömre változtam, de hogy régen hogy néztem ki, meg akármi, tudod, tehát így ilyen, szerintem főleg, most ezt akartam, hogy főleg hölgyeknél, de nem, szerintem a pasik jobbak ebből a szempontból. Tehát milyen slank voltam még 20 évvel ezelőtt, akkor most már nem rakok föl képen, akkor látják, hogy mi lett belőlem, meg hova fejlődtem vissza, úgymond. Vagy de lássad, valakinek jól áll, a Feri. Nézd meg. 20 év. Ugye? Kifejezetten jó tesz, ahogy öregszel. Na, hozzá te is egyet, jó? Jó. Valamit, nem tudom, akkor még hosszú hajjal voltál, 15 évvel ezelőtt, nem? Igen. Hogy mit tudom én, állunk apámmal, mit hívják, az Áfork útnál már. A kis fehér szandálodban, az oklidban, a kis bermuda nadrág, zsebes bermuda gatyádban. Hát szóval nyilván veszük a olajkájhába, a naftát. Kukoricát lopni. Igen, azt mondja, csülköt eszünk a Kossuth téri piacon. Ahogy dinnyét loptok Majosházán, azt a fotót. De így van, tényleg. Lacházáról lopjátok a dinnyét át Majosházán. Így van, amikor az Albert írsa, hajnapban lopjuk a szőlő. Na, apám ortakat. Jó. Énkor az embert egyébként a hatalmába keríti az érzés, hogy milyen jó lenne, ha az 1987-es éneddel tudnál beszélgetni. Nem szoktatok ezen gondolkodni? Hogy ott van egy ártatlan, szegény, még akkor nagyon naív kisfiú, aki vagyok én, hogy ha majd jön az a bácsi a Margit szigeten, és felajánlja azt az új cipőt, hogy odaadja nekem be. Ne fogadj el! Hogy ne megyek haza anyukámnak, és mondjam azt, hogy nézd, anyu, milyen szép új cipőm van. Így van. A bácsi azt mondta, hogy menjünk be a zenélők út mögé. Megkapom ezt az új cipőt. Nézd, anyu, milyen szép új cipőm van. Ne menj be.
Nyilván nem, csak hogy milyen jó lenne, ha tudnál vele beszélni, hogy ez milyen érdekes beszélgetés lenne egyszer, hogy te az 1987-es éneddel tudnál kommunikálni, és felvehetnéd valahogy saját magaddal a kapcsolatodat, a kapcsolatot, és hogy mit mondanál neki, mit üzennél, miről beszélgetnétek, ő tudná-e azt, hogy egy idősebb énjével beszél, vagy csak te egyszerűen tudod, hogy van az állatkertben 1987-ben egy 13 perces üldögélése saját magadnak, mit tudom én, a zsiráfketrec előtt. És odaülsz mellé, le is, le is elkezdesz beszélgetni. Idősebb bácsiként, és beszélsz vele mondjuk 10 percet. A saját magaddal. Ő nem tudja, hogy te vagy, de te tudod, hogy te vagy. Érted? Aha. Ugyanaz, mint ahogy a púpommal beszélgetek, még tudod? Ne tegyük fel ugyanazt a lemezt, csak más szövegben. Nem így mondom, a kicsi én nem tudja, hogy az idősebb énjével beszélget, csak azt hiszi, hogy egy ártatlan bácsival beszélget. Te viszont tudod, hogy a fiatalabb kori éneddel beszélsz. És még tudsz neki olyat mondani, ami esetleg meghatározhatja a jövőjét. Aha. Uh-huh. Vagy csinálja máshogy, vagy ne kövesse el azt a hibát, vagy nem, tehát valamilyen üzenetet átadhatsz saját magadnak. Én visszamennék, és meggyőznélek arról, hogy sokkal férfiasabb példaké például a Kozma Pici, vagy a Komárom, mint a Nurejem, vagy a Markoim. Nem akartam soha belekezni. De most nem arról van szó, hogy én leülök a kicsi Vadon Janihoz, aki kéreget az állatkertben a borszketrec mellett. És mondom neked, az összes zúr csemegét, amit az anyukája azért tesznek, hogy az állatoknak adja. És a galambok elől elveszi a kukoricát, amit a néni kiszór, és azt mondom, hogy János, nézd, így néz ki a kenyér, edd ezt. Tehát én nem erre gondolok, hanem hogy saját magadnak üzenhetsz valamit. Saját magadnak mondhatsz valamit, mi lenne az? Milyen útravalót adnál te a 10 éves Balázsnak, te mint az érett Balázs? Vagy a 10 éves Janinak, vagy a 10 éves Ferinek? Okay. Mi lenne az, mert én megnéztem magamról ezt a képet, és én ezt gondoltam, hogy milyen szívesen beszélnék veled. Beteg vagyok? Mit? Aha, igen, ha beteg már vagyok? Így mondod a magad képre, hogy veled. Milyen szívesen beszélnék veled ott abban a kis ingben, abban a pólóban, hogy mit csinálj és mit ne csinálj. Tessék? Nem mondhatod neki, hogy veled. De hát ezzel a kisfiúval. Érted? Mi lenne az egy mondat, amit mondanátok magatoknak? Hát én, amit mondanék magamnak? Na, még egyszer elmondom, te kis hülye. 92. 37. heti nyerőszámok. Emelkedő számsorrendben a rohadt életben, te antitalentum. Nem igaz, hogy nem tudod megjegyezni. Most én ezt komolyra próbálom fordítani. Hát milliós csinálni belőle. Ne az, hogy kenózzá, hülye gyerek, kenózzá. Nem erre gondolok, hogy tegyük milliómossá, mert az, nem, nem pénzt akarnék adni a kezébe. Hát emész a Rubik Ernő bácsihoz. Elmondod neki, hogy van egy rohadt jó ötlete. De Rubik színű, érted? Nem, de és akkor betársulna, és akkor bemennek kis Janika. Ernő bácsi, kéne csinálni egy kockát, különböző szeket. Honnan van ez az ötlet? Én mondtam magamnak. Mi van? Én mondtam magának, csak az idősebb én nem mondta a fiatalabb én nemnek, aki most vagyok én. Jó ötlet, ám, csináljuk meg. Szerződjünk le a politekkel. A kínaiakra vigyázzunk, mert komoly konkurencia lehetnek. Bekerülünk majd a modern művészetek múzeumába. Aztán milliómosat leszünk együtt. Ne csapd bele, Ernő bácsi. Már repülnél is. És így van. És az öreg egy vasvillára húzott ki ez a lényeg. Dobjátok már ki a kis retardot. Adjatok még egy fél sonkát zsemlét, azt figyeljetek innen. Hogy mi lenne az? De most nem erre gondolok, hogy tedd meg izé kincsemet, nem tudom. Jó, oda visszamenni, ahhoz azért nagyon messze kéne visszamennünk az időben. Már ezt adhatná magának annyi idős, tedd meg kincsemet Tétrehelyre befutó. 1916-ban a Lovin Tétrehelyre befutó, a 8-as kincsem, tedd meg. Mi lenne, de csak tedd meg pénz, az Antantot Versailles-ban. Nem pénzt adni magunknak, hanem valami olyan mondatot, hogy... Ne írd alá az OTP-s szerződésedet. Jó, igen, vigyázz, hogy víz a hitelet. Csak a pénzt. Látod, de megint. De ezt ilyen nem bemondhatsz egy tíz... Tanulj, korvasni, hülye gyerek. Ilyen barom a próbet. Lesz majd egy gonosz bankos valahol a 8. kerületben, de víz a hitelt akarásózni, ne írd alá. Nem, ha valami van, nem tudom én is jártatok együtt általános iskolában. Na hát, nem is szépet, ilyen nagy, ne, nagy Robika például, csináld nyugodtan, nem kopik el. Na, valami ilyenre gondolok, hát hány kamasz megy át a lelkiismeret furdalás szomorú ösvényén, ugye? Amikor is hát megtörténik a dolog, de a szüleid azt mondják, hogy rossz, és hát gerincsorvadásod lesz, vagy nem tudom. A Robikának van igaza, csináld nyugodtan, nem kopik el. Belefér, nem fonnyadsz el. Keresd Viktort, és legyen ő a legjobb barátod.
Merj oda nyúlni Beátánál a Csillebérci osztály kiránduláson. Krisz üzennie saját magát. Mennyi elfolytott ugye? Régi hát vár, hogy nyúlj oda nyugodtan. Merj oda nyúlni Beánál, milyen szép. A Csillebérci osztály kiránduláson. Ebbe egy generációs életélmény van. Komolyan ebbe az egy mondatban. Ne zavarja, hogy ő az őrsvezető. Ne zavarja, hogy a portás néni. Ő az osztályfőnök. Igen, ne zavarja, hogy ő a menzás néni. Igen, ne zavarja, hogy ő már ő a konyhás. Ott azon a napon ne mondj igent. Fuss, Tibike, fuss! Fuss, Tibike, ne mondj igent. Fuss, Tibike, kicsi Tibike, fuss! Hogy rohan, nézd, hogy szeri a lábát. Ugye? Hát vannak elrontott házasságok is. Bizonyára mennyi mindent mondhatna az ember saját magának. Nevedd meg a Tibiket. Persze. Igen. Ez itt a Best of Morning Show. Első pillanatban kiszúrta, hogy nincs rajtam a jegygyűrű. Megpecsételte a sorsomat, a hétvége hangulatát. És mindent egyébként. Ugyanis én leraktam ezt a jegygyűrűt, és úgy, ahogy van, azzal a szent áhítattal én elmentem nem haza. Nem mindig kezdet fogtok, amikor hazaérsz is meg. Megfordulnak, hello! Nem egy Nem, mindig be kell dugnom az újabb, mindig be kell dugnom a postaládába az újacskámat, hogy beengedjen a házba. Ahol bedobják a levelet. És a fehér a kis kezecském, akkor beenged. Most nézzük az anyajegyet is, igen? Te vagy bejött. Szóval mondjátok meg nekem egyébként, hogy tényleg mi van a női agyakban? Azt a galamajkát, azt a veszekedést, hogy én miért nem hagyom el a fejemet. De tudod, nem mondta el. Azt a ramazúri tesó. Én vagyok az avittas. De nem mondta el. És figyelj, akkor mondd el, hogy idegesít, hogy levettem. Nem, az nem. Az idegesít, hogy mennyire trehány vagy. A fejedet nem hagyod el. És végig ment, tudod, az a kicsi cinkelés úgy, hogy egyébként én tudtam, hogy az idegesít, hogy lemertem venni a jegyűrűt. Nem, elárulom neked, hogy nem az idegesít, akkor mi? Levetted. És tökre igaza van a Vikinek, mert te a házasság szentségét, amit megkötöttetek, és tök igazad van, Viki. Úristen, azzal... Jani, gyere, beszélem kevele, te vagy az egyetlen barátom ebben a történetben. Na, rohadtál meg! Tudod miért? Azért, te, mert a visszarakása, nem vagyunk hülyék, a visszarakása a gyűrűnek számodra nem volt fontos. De azért nem volt fontos, mert hatszor főhívott, hogy legyek otthon, én meg beültem a kocsit. Mondjad, szerelmem, kicsim, drágám, életem, egyetlen élet. Mondjad? Rendetlen vagy, az van. Rohadt rendetlen. Nem úgy szeretem, nekem bántsák. Eddig is rendetlen volt. Nem lehet levenni egy rohadt gyűrűt, egy edzés, és véletlenül ott hagyni. Hogy bántsz vele így? Gyerekek, most mondjátok azt, hogy vicceltek egy kicsit, és egyébként Bali veled vagyunk, férfiak vagyunk, maradt még egy kicsi vér a pucánk. Nem vagyunk, komolyan mondom, nem lehet ezt a gyűrűt levenni. Mi van a nő gondolkodásában? És arra gondoltam már, mentem haza, rájöttem, hogy nincs rajtam a gyűrű, és az jutott eszembe, hogy veszek valami kamut gyűrűt. Veszek valami, amire nem veszi észre, vagy próbálok otthon valami régi extől valamilyen félbizsút megtalálni. Csak azért, mert tudtam, hogy a női gondolkodás nem normális. Még az a Pest elásott volna a kert végében. Figyelj, én most levette volna a gyűrűt, és azt mondta volna, hogy jógá hagyta. Tessék? Megint van. Neked tűnt fel, hanem a tetszőnek. Hogy ott hagytad? Te észre se vetted, hogy nincs rajtad a gyűrű. Hatszor felhívott edzés után, hogy legyek már otthon. Tudsz akkor a gyűrűre figyelni? Felhívott az edzőbe. Tűnt fel. Igen. Hallod, basszus, rászorul. Megint itt van. Szeretlek, kicsim, minden úgy lesz, ahogy szeretnéd, és azt ígérem, hogy mindent úgy fogom csinálni ezek után. Felépjük a küszöbre az ajtó elé. De most két választásom van. Vagy úgy megyek haza, hogy ott hagytam a jegygyűrűmet. Vagy megpróbálom átlinkelni a hétvégét, mindig csak a bal kezemet mozgatom. A jobb kezemet furán eldugom a hátam mögé mindig. Ha keringőzni akarnál, vagy... Miért tesz ilyen furcsán? Beállt a hátam, és vakarom. Képzeld, mi van akkor a csaj az edző. Na, akkor mi van? Hát már akkor megtalálta a Brigi, vagy a Kati, vagy a Juli. Azt nála gondolt, van a jegygyűrű. Azt gondolod, hogy lett volna a második edzés. Szerintem már valószínűleg egy mappája van otthon. Egy dossziéja van már az edzőkről. Tehát a kiderült az volna. Tuti. Mindig így veszem fel. Szia, Attila! Szia, Attila! Ja, azt felejtsd el. Komolyan, fia, hazajön a Viki jegygyűrű nélkül. Igen? Észre se veszed. Na ez a baj, hogy te észre se veszed. Mondjad, kicsim! Mondjad!
Figyelj, jön, hallgass, milyen áldott egy asszony. Mondja, szerelem. Elhagyod. Tessék? Én vagyok a hibás, hogy te elhagyod. Nem azt mondtam, hogy te vagy a hibás, azt mondtam, tökéletes vagy. Nem. Fölhívlak. Igen, igen. Hogy van egy találkozó. Így volt, drágám. Így van. És te nem voltál otthon? Nem, én nem. Szegény. Edzettem. Kérj bocsánat tőle most. Most elnézést kérek. Amit mondani akarok. Hazajönne a Viki együrű nélkül. Te kibarulnátok? Hát hogyha a Viki haza megy. Jó, úgy értem, hogy akkor a tipálhatod. Én nem bánnám annyira. Jó, Mónika hazajönne. Egyszer cserélhetünk. Azért rohadékok vagytok, hogy ebben most nem védtetek meg. Egy kicsit azért hoztam be ezt a sztorit, hogy meggyőzzétek Vikit. Nyugi Viki, ebben semmi káros nincsen meg. Engem sokkolt, hogy beszállt egy angyal. És most, hölgyeim és uraim, köveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Ez itt a Best of Morning Show. Morning Show. A Klassz FM-en. Na, nem tudom, hallottátok-e? Biztos hallottátok, mert nagyon jól informáltak vagytok, hogy hétvégén lesz a Koffein ünnepe. Hát ezt még nem hallottam. Igen? De lassan mindennek van ünnepe. Hétvégén megünnepeljük a hétvégét, hétvégének lesz hétvége ünnepe. A Koffein ünnepe lesz hétvégén, ami arról szól, hogy rengeteg olyan rendezvény lesz, ahol hát te igazából egy ilyen multikulturális ünnep keretein belül megünnepelheted a Koffeint. Akkor és ez nem a Koffein által okozott örömöket nyilván. Aha, akkor ez nem egy ilyen spontán ünnep, ami annak a felmérésnek szól, amit nemrégiben egy Egyesült Államokban végeztek egy tudós csoport, aki kijelentették, hogy a koffeinnek már pedig semmiféle hatással nincsen a szívre, olyan tekintetben, hogy nem jár semmiféle szívbetegséggel, bármennyit ihatsz belőle. Nyilván ezt a vizsgálatot különböző kávéforgalmazó cégek szponzorál. De rossz így, ugyanazt a hírt neki. El tudod olvasni többféleképpen. Napi egy csésze kávéval 100 évig él. Napi két csésze kávéval 20 évvel korábban meghasznál. Nem tudod már, hogy mi az igazság igazából. Égyomorra iszod a kávét, epe köved lesz. Ihatod égyomorra, nem árt, jót tesz az agynak. Nem tudod már, hogy mi az igazság. Itt minden esetre nem csak a kávéról van szó, hanem minden, ami ugye koffein tartalmaz, a teáktól elkezdve, a csokoládén keresztül lehet ünnepelni. Ez a koffein ünnep. Így van, ahogy mondtam már egy pár szor. De már új kávénál leragadtam, ne haragudj, nem teázom, mondom. Koffein ünnepe. Na, és ezért nekünk vendégünk van itt a stúdióban, aki volt már nálunk néhány évvel ezelőtt, és azt a beszélgetést is nagyon szerettük. Tóth Zoltán barista. Hello Zoli, jó reggelt kívánunk, ciao. Jó reggelt. Hello. Jó reggelt. Valaki nem tudja, mit jelent a barista, az azt várta, hogy azt mondta, hogy na, ugye te voltál nálunk néhány évvel ezelőtt, és szenzációs dolgokat hoztál akkor magaddal, és most is éppen érkeztél valahonnan. Úgy van, Svédországból. Mit csináltál Svédországban? Egy kis szakmai túrán voltam kint főnökömmel, egy kis továbbképzésen, kis eszmecserén. A híres svéd kávé ültetvények. Trópusi vidéket. Igen, abszolút. A későn érő svéd kávé. Sokan meglepődnek ilyenkor, hogy Svédországban kávé? Hát hogy? Hát nem is értem, hogy Svédországból hogy jöhet jó minőségű kávé. De akkor jöhet. Van rá magyarázat. Természetesen nem ott terem, tehát nem ott termesztik, ugye a trópusi vidékeket szereti maga a kávécserje, a trópusi éghajlatot, de Svédországban van az egyik leghíresebb pörkölő mester, akitől viszont abszolút prémium minőségű kávékat és teákat hoztunk és forgalmazunk. Pörkölő mester? Tehát el kell hozzá menni egy ilyen templomszerű építménybe. Ózon pörkölzem. Józan pörkölzem. Nagyon hideg van, és ott nagyon még haja menjen innen, és porhó hess innen, és akkor meg tudod látogatni a nagyszentélyben az öreg pörkölőmestert, aki hát, megjelenik nem pontosan így, csak... de valami és még van egy nagyon szép kis koncepciós üzletük, ahol lehet kóstolgatni, tesztelgetni, kávét inni, meg van a protokoll, nem nézhetsz rá, csak térdre csúszva mehetsz. Hátat nem fordíthatsz neki. És talán ennyire nem szigorú gondolat. Az öreg is megjelenik, vagy csak a termékeit tudod megkóstolni, nem, vagy ott van ő is? Igen? Van, igen? Természetesen. És mitől igen, ennyire igen. Penge? Elég régóta foglalkozik ezzel a területtel, ugye mondhatjuk, sokan nem tudják. Picit rongadik kérdés,
öreg. Hát minden jó az öreg. Sokan nem tudják, de kávéfogyasztási szinten a svédek, vagy mondanám inkább úgy, hogy az északi népek, a finnek, a svédek, a norvégok abszolút a top. Tehát ez a, ha perfőre lebontanám, nagyon szakmaiba, akkor ilyen 12 kiló perfő kiló kávé egy évben, amit elfogyasztanak. Ez hazai viszonylatban ilyen 1 és 2 kiló közé tehető, tehát jóval több az a mennyiség és minőség, amit ők isznak. Hát hosszú és sötét a tél, valahogy részben. Bizony, az északi népek, a svédek, a finnek, a dánok, a norvégok és a bangladesiek. Igen. Na most, ha a kávéra szűkítjük, ígyuk, ne ígyuk, mert tényleg egy napon belül két teljesen egymásnak ellenmondó hírt is el tud olvasni az ember, attól függ, hogy hogy keresel rá. Na most lepődök meg majd, hogy azt mondja, hogy egy baristától ilyet kérdezni, igen, gyerekem, nehogy megígyátok ezt a lőtjét. Kimenj erre a fesztiválra a hétvégén, és kérne egy koffeinmentes kávét, az kell. Akkor úgy kérdezem, hogy oké, ha isszuk, akkor mennyit? Tehát van egy kibenő, és fel lenne valaki húzva lápavasra, és egy tábla lenne, egy koffeinmentes kávét kér. Ott lógnál. Én mindig azt szoktam mondani, talán legegyszerűbben, hogy érthető legyen, egy átlagos szervezetre levetítve, az napi bevihető koffein mennyiség, az körülbelül 2 és 300 mg között van. Amit ha ki akarok fejteni kávéban, vagy teában, vagy nekünk, igen, sokat segít, akkor azt mondom, hogy egy normál presszó kávéban, nyilván típustól és készítéstől függ, de egy ilyen 40-60 mg-nyi kávé, koffein van. Akkor lehet osztani, szorozni, hogy hú, az felszorozom, akkor az 4-5-6 kávé egy nap. Meg vagyok. Jó, még határjában belül vagyok. De, mert én egy duplával indítok reggel. Azért akkor jó vagyok. Talán fontos megemlíteni, hogy ugye rengeteg más dologban van koffein. Üdítő italban, energiaitalban, csokoládéban, kakaóban, teában, amit napi szinten fogyasztunk emellé. Ha megvan az a napi 4-5 kávé, plusz még iszunk egy kis üdítőt, egy kis kakaót, akkor viszont besokalhatunk koffeinből, ami nem annyira kellemes a szervezetnek. Mi történik? Hát ugye tipikus koffein mérgezés, kézremegés, fejfájás, szédülés, rosszul romlik a látás, tehát előjön. Nekem szokott jelenni, ez a koffein mérgezés? Ez benne van, igen. Nekem szokott jelenni, de úgy, hogy éjgyomorra megiszom az első kávémat. És a lehető legrosszabb. Igen? Bár tudom, nagyon sokan isszák ide, éjgyomorra nem szabad, nem ajánlják a koffein fogyasztást. Mi történik? Sőt, azt mondanám, hogy... Bár sok ember nem érzi, úgy gondolom, de miután fölébredünk, elindul a mellékvesünknek egy ilyen, vagy a mellékvesünknek egy olyan anyagot termel, amit úgy hívnak, hogy klorizol, ami azért felelős a szervezetünkben, hogy éberséget okozzon, szépen lassan fölébresszen minket. Ez egy másfél-két órás történet, ami után lenne ajánlott maga a kávéfogyasztás, mert ha fölébredek és iszom egy kávét, akkor semlegesíti ennek a klorizolnak a hatását, tehát igazából nem történik semmi. Másfél két órát hagynék magamnak, hogy fölébredek, itt 8-ig nem történne semmi. Na, hát ez esetben így van. Nagyjából ennyi lenne. Tehát ezt nagyon sokan nem így gondolják, én úgy gondolom, sőt a legtöbb embernél ébredés után azonnal egy finom kávé, hogy meglegyen a kis napi szokás és a teendők elinduljanak, de hivatalosan nem ajánlott ébredés után kávét fogyasztani. És meg egy ébredés után egy órával, mert én itt iszom meg az első egy másfél kávét. Óra, az jó? Igen, az már jobb, lényegesen. Igen. Ezért igen. Vagy ilyen jó, látod. Otthon nem kávézom, csak amikor bejövök, igen. Akkor eltelik egy órát, ti is itt iszátok meg az elsőt. Igen. Nem? Igen. A reggel egy gyümölcslével indítjuk. A napot, vagy valamilyen zöldséglével. Jó, vagy egy jó teával, ugye ez tehát változhat, sok mindenben van koffein, nem csak a kávé, csak ugye agyban dől el mindig, én úgy gondolom, sok minden, és ez már egy bevett szokás, hogy hú, a reggeli kávé az kötelező, és aki dohányzik mellé, még esetleg egy szál cigaretta, vagy nem, kinek hogy esik jól. Ó, de jól hangzik ez, ugye? A régi szép idők, ugye? Ó, hogy mennyire hiányzik. Nagyon rossz, senki ne csinálja, a legjobb volt az életemben, ahogy fölkeltem, én te azonnal tudtam ezt csinálni. Maradt az apkex, a mandarin, a puffasztott részszelet. Most a kávéról le ne beszélj. De hogy nem, arról nem. Hát látom, mit reggelizel. Hát veled vagyok. Veled vagyok. Na, mi az, amit hoztál, vagy mi van már? Én hoztam, ez a svédországi pörkölőmester, akikkel együtt dolgozunk, ugye én csak így érdekesébként, mert tudom, neveket nem lehet említeni, de egy nagyon szép kis szaküzletet egyengetek a budai oldalon szakmai szinten, és egyik fő termékünk az egy... az ő terméke, nem tudom, hogy az ő nevét lehet-e mondani, a svédországi pörkölőmesternek a nevét. Az embernek a nevét nyugodtan, persze. És Johan Nindström néven szalad, ez a tipikus svéd név, kimondhatatlan és megegyezhetetlen, és az ő termékeiből hoztam egy-két illatmintát, vagy bemutató mintát, hogy mégis hogy gondolja ő magát a csomagolást, és magát azt, ami benne van. Azt adom nektek, hogy illatozzátok meg. Csak azért, hogy megértjük, hogy... Aromazáró szelep, hogyha megnyomjátok a
magát a csomagolást, ja, akkor ott jön majd az illatminta. Tehát azért, hogy megértsük, hogy mennyire nagy különbség van egy commerce kávé, meg egy normális kávé pörkölése között. El tudod mondani a folyamatot, hogy egy commerce kávé, hogy pörkölődik, meg mondjuk egy ilyen... Hát lebutítva, lesarkítva, igen, kommersz szinten, tehát értjük azt, hogy nagy mennyiségben elkezdenek pörkölni, sok nevektől függetlenül sok olyan kávéscég van, akik beállítanak egy bizonyos időt és hőmérsékletet, és amikor ez kész van, akkor kiveszik a pörkölőből a kávét, és azt mondják, hogy oké, mehet, csomagoljuk, és már azonnal mehet is a piacra. Nála pedig az a különbség, hogy eleve már minőségi kávéval dolgozik, tehát megkeresi azokat a kis farmokat, akár Nicaraguában, akár Brazíliában, bárhol a világon, akik tényleg pici és prémium termékeket állítanak elő, kávékat, és tőlük vásárol direktbe. És a pörkölésnél pedig játszik a hőmérséklettel és az idővel, hogy minél több dolgot csalogasson elő a kávéból. Egy-egy kávécserje, meddig kell nevelgetni, beszélni, hozzáöntözni, amíg abból valóban leszedhető kávé. Az első 4-5 évben nem történik semmi, csak növekedik. Utána kezdik el. Köszönöm, is hallgat a nevét. Úgy van. És odajön. Utána virágzik és elkezd termést hozni. Tehát az első 5-6 évtől lesz izgalmas a történet. Tudsz mondani kilónkénti árkülönbségeket, hogy akármi egy extra, ami nagyon durva, egy nicaraguai piacon, és mi az, ami olcsónak számít? Csak hogy ez, hogy milyen különbségek van? Nyers kávészintén. Elmegy az ember egy piacra, elkezd alkudozni egy jobb minőségű kávéra. Ugyan a kilója átszámítva forintra mennyibe kerül? Hát, ha most visszakérdeznék, hogy szerinted mennyi lehet egy kiló nyers kávé Nicaraguában közvetlenül a termelőtől, ha én oda megyek, mint turista, és szeretnék venni? Mondjuk 20 dollár, 10 dollár. Mondjuk 20 dollár. Hát igen, tehát onnan túl mire ideér, gondolom, addigra lesz drága. Igen, mire ideér, mire becsomagolják, mire az előállítások is végigmegy minden olyan eljáráson, hogy ez már piacra kerüljön, addigra megúdik az ára szépen. Ez, hogy bocsánat, hogy megkérdezem, csak tényleg térjünk fontos dolgokra is rá, hogy Johan Nyström, ez ugye szabad fordításban azt jelenti, hogy Nyströmtől Janinak, nem? Kimondottan igen, neked küldte abszolút, igen, kérdezte is, hogy... Nagyon fontos kérdés volt, nagyon fontos kérdés volt. És akkor innentől kezdve, ez ha elkerül egy profi felhasználóhoz, mondjuk hozzád, akkor látom, te még ilyen kis külön kis csészébe elkezded magadnak ott szépen megőrölni, tehát ilyen kis... Hoztam az egy ilyen kis őrlőt, egy ilyen kis házilag csak használható. Csak látom egyre többet. Igen, igen, mert egy egyszerű és nagyon jó kis történet, én úgy gondolom, könnyen kezelhető, és tényleg ez otthon, hogyan darálja kávét, sokszor kérdés mostanában, egy-két éve ugye elindult ez a, hál' Istennek, egy kicsit a fejlődés a kávé kultúrának, és egyre többen keresik azt, hogy hogyan tudnak otthon jó minőségű kávét előállítani, darálni, és a többi. És na most egy elektromos őrlővel rendelkező kávégép, és az nem olyan jó. Van különbség? Igen, mert kézi őrlés, ez nem egy picit ilyen... Fölmelegszik a tengely, érted? Az elektromosban fölmelegszik a tengely, és a súrlódás miatt tovább pörkölődik a kávé. Na? Hát állíts rövidebb időre. Igaz. Mi van? Nem tudod? Nem tudod, hát az egy bizonyos idő egy kávénál. Felmelegszik a tengely. Felmelegszik a tengely, és a súrlódás miatt is tovább pörkölő a kávé. Én ennél meg így szépen lassan. Viszont minden étterem tulajdonos kedvenc része a kávébe, semmi nincs akkor asszom, mint a kávén. Ugye? Hát, ugye? Most azért mondjuk meg őszintén, egy csésze 600. Hát, ugye? Azért, mert bekerülési költség 40 forint. Most ezért képzeljél már el egy kávézót, ahol mondjuk ilyen kézi őrlővel 30 darab presszó kávé, csak egy jó őrlő, az viszont nem melegszik. Az nem melegszik? Ha te megkóstolsz egy kávét, egyébként megmondod, hogy az honnan van nagyjából? Nagyjából, tehát igen? Igen. Úgy gondolom, ez nagyon sok év tapasztalat, tesztelés, kóstolás, mire az ember rá tud tapintani arra, hogy igen, ez erről és erről a területről származik, de azért vannak fő pontok, fő területek, ahonnan fölismerhetők a kávék azonnal. És ti baristák ugyanúgy beszéltek egy kávéról, mint a borászok, amikor megkóstolt, és azt mondta, hogy a déli lejtő, az érkező fahéj, a finom becsengető szegfűszeg, és a jobb hátulról jövő finom epermála, illetve a fanyarszeder, és az őszínap sütés, ugye én elképesztő, és én tudom, hogy érzi, mert én láttam ilyen borászokat, és én elhiszem neki. Tehát, hogy te ugyanúgy kicsit cupogsz, és utána elmondod, azt mondom, hogy vannak ilyen szakmai túrák, ahol lehet így komolyan kávékat kóstolni és tesztelni, és véleményt cserélni, ha nem is megyünk bele ennyire, de azért sok minden felfedezhető valójában, és ezért is volt jó az a kis túra most, mert számos olyan új dolgot tanultunk, és tapasztaltunk, ami valóban képviseli magát a kávét, ha az ember ügyesen pörköl. A kolumbiai szvatosok fegyverolajának az illatát, hogy a kávécserék között bolyonganak, miközben valójában kokacserjéket keresnek. Így van. Pablo Escobar. És mi ez a nyilván macskáknak készülő sporteszköz, amit beosztál magaddal, egy ilyen kis mini párhuzamos korlát?
Igen, és Svédországban eléggé sokat isznak kávét, részben azért, mert sokáig sötét van egy bizonyos időszakban, részben azért, mert hideg van, de őt nem annyira a presszó kávé kultúra jellemző, bár az is tökéletesen működik, hanem ezek a csöpögtetett, áztatott kávék inkább. És amit hoztam, az egy ilyen kis eszköz, aminek segítségével, hogy ide alá teszünk egy poharat, és a felső részben durvára őrölt kávét teszünk, lelocsoljuk vízzel, fontos, hogy milyen hőmérsékletű vízzel hányszor, akkor az pár perc alatt lecsöpög ide nekem, mint egy gyönyörű kis kávé. És az ilyen kávék, amiket hoztam, ezek tökéletesen alkalmasok ehhez az ízvilághoz, mert hogy világos pörkölésűek is tele vannak ízzel, aromával. Még egy olaszos pörkölésű kávé, csak hogy érthető legyen, keserű elsőre kóstolva, azt mondják a legtöbben, úristen, ez keserű, kell hozzá két cukor, vagy két pötyi, meg egy kicsi tej. Igen. Hogy jó legyen. Ezekhez nem, mert egy ízbomba alapból. Nálad ez abszolút árulás? Tehát egy kérnek két édesítőt, egy pici tejszín bele, mert hogy én így ízom a kávét. Tehát, hogy én mindig azt mondom, hogy ahogy jól esik, persze nem akarok senkit megváltoztatni. De érdemes letesztelni, megkóstolni azt a variációt, amit ajánlom, és te ajánlok, és természetesen utána ihatod úgy, ahogy szereted, vagy ahogy akarod. De kollégák előtt nem csinálsz ilyet, hogy ilyen édesítő meg tejszín, ahogy Balázs is vázolta meg, különben a hétvégén valószínűleg a kávé lovagok rendje előtt a nagymester letépi majd a váll rojtja így a tejszín, hogy kívülzni. De tudod, az a tejszín, az a nyomós, tehát az a konzert. Kész van egy éve. A kávét megölni, tudod, nyomós tejszín. Sokan azért ízták a kávét tejjel és cukorral, mert hogy nem ízlik nekik az íze, mert keserű. Ez a nagyobb, erre a szívembe látsz konkrétan. És vannak nagyon szép, tényleg finom kávék, amikhez nem kell tej vagy cukor, mert élvezheti anélkül is. Ez idő, mire az ember ezt megszokja, úgy gondolom, de mindenki, ahogy szereti, úgy fogyasztja a kávét, sok, és amilyet szeret. Na most mondtad, hogy tudunk beszélni egy kicsit a teákról is. Azt olvastam egyszer, hogy azok a teák, azok a filteres teák, amit általában nagy bevásárló központokban nem tudom itt ott kapni, az igazából minőségileg szinte a legalja, és hogy a magyar lakosság nagy része ilyen típusú filteres teákat iszik. Ez valóban így van, hogy ez a filteres tea 90%-a az a legrosszabb minőségű tea, ami benne van? Inkább úgy mondanám, hogy a tea cserjének az alsó, talán a lényeg talán, hogy a tea cserjénél a felső három levelet használják, három sornyi levelet használják a minőségi szálas teákhoz, őket éri a legtöbbet a napfény, az eső és minden hatás, amitől jó lesz egy tea, és az alsó levelek, amik nem annyira fejlődnek ki, vagy éppen lehullanak, azokból lesz a filteres tea. Ez nem hangzik túl jó. Igen, nem annyira minőséget képviseli, bár nem akarok ezzel rosszakat mondani filteres teákról. Más, hogyha az ember összehasonlítja és megkóstolja szintén édesítés, cukor, citrom és méz nélkül, akkor azért óriási különbségek fedezhetőek fel. És kapszulás kávé? Szintén jó. Most már találhatok nagyon jó kapszulás kávék a piacon, de sosem lesz olyan, mint egy frissen őrölt szemes kávé. Na, kóstolunk valamit? Csinálsz nekünk valamit? Nem? Nem? A kezed is járjon azért, ne csak a szád. Nem? Hozzunk forró vizet? Mit hozzunk? Hány fokos vizet hozzunk? Milyen tálba hozzunk azt a vizet? Milyen víz legyen? Illatmintát tudunk most abszolút kóstolgatni. Semmi más, mert hogy itt ma nem fogunk kávézni. Kicsit benne volt, te itt ma nem kávézol. Idehozom mindent, és nem ez szagolás. Több minden kell hozzá még, hogy ez itt működjön, ezért csak szemléltetni szerettem volna. És illatmintát mutogatni sajnos. Fejben én nekem már jöttek a nikaraguai lejtők, meg a nem tudom milyen azonnal itt ráálltam már, hogy bármit hazudtuk volna neked, csak csinálj nekünk egy jó kávét. Gyerekek, nagyon jó kávéfőzőnk van azért, azt mondjuk. Nagyon. Meg abszolút finom kávét csinálunk. És akkor azt mondod, hogy egyébként ezzel a csöpögtetős módszerrel simán elő lehet hozni hasonló, vagy legalább olyan szintű ízeket, meg ízkaraktereket, mint mondjuk egy ilyen komoly kávégépen, mint ami nekünk van. Szóval nem kell ilyen nyomás fetisisztának lenni. Mert mindig lehet hallani, hogy nem X bár nyomás nem tudsz előállítani a kávéfőzővel, akkor az már nem is kávé. Ugye ez kávéfőzőtől függ. Annak az alapja az összes nagyüzemi kávégépnek, vagy az otthoni gépeknek is, amik karos kávégépek, hogy nagy nyomással préseli át a vizet, a gőzt magán az őrölt kávén. Ettől lesz olyan szép krémes, finom és ízes. Ennél pedig nincsen nyomás, hanem maga a gravitáció, ahogy lecsöpög maga a víz a kávén át, teljesen más ízeket fog kioldani magából az őrölt kávéból. Más az őrlési finomság, más lesz az íz. Csak koffein tartalom ennél milyen lesz? Magasabb, mint a presszónál? Igen, hogyha ránézésre azt mondanám, hogy sokkal hígabb, lazább kávét látok, ami úristen, ez egy kávé, másfél deci, viszont koffein tartalomban lényegesen tömörebb, mint egy presszó. Bizony.
És az a, az a minőségű kávé, amit mondjuk egy hétköznapi vásárló megvesz, nyilván nem ért hozzá, csak levesz, és az, hogy 100% arabika, az jelent valamit? Vagy ez? Arabika és robuszt, ez mindig a két, ez a fő kérdés, vagy sokat hallani mostanában erről, hogy két fő típus szinte, ami kereskedelmi forgalomban van a világon, az a robusta és az arabika. Nem mondanám semmiképpen a robusztára azt, hogy rossz, más. Magasabb koffein tartalom jellemzi, sokkal keserűbb íz, és ha gyengébb minőségű, akkor sokkal több rossz élettani hatás. Az arabika egy kifinomultabb, sokkal minőségűbb terméket jellemez. Azt, hogy melyik vidékről származik, az pedig az ízét fogja befolyásolni. De ott ugyan, még oda kellene írni, mert az arabika az akkor nagyjából, mint a boroknál a vörösbor, de még nem tudjuk, hogy honnan. Kávé. Igen. Tehát igen, ez csak egy minőséget jelent tulajdonképpen. Nem olyan magas a koffein tartalma, ezáltal nem terheli meg úgy a szervezetet, nem játszik úgy a vérnyomással, a vérkeringéssel, mint egy robusta, ami igazából össze-vissza szakaszokban hat a szervezetünkre. Gyerekek, akkor csak arabika. A vesztek kávét mondom. Csak, jó? Jó, csak mondom, hogy... Alapvetően nem három szempont van. Arabika, robusta és bruttó. Ezeket szoktam általában. Nem. Te megnézed a bruttó koncert. Te a kilós kávére megzel. 2099, 1999, 892, 890. Te így nézed. Kötök némi kompromisszumot. Igen, az a baj, azt hiszük mi is. Kompromisszumaidat. De én nincs ezzel. Nincs ezzel. Egy jó kompromisszumot? Jarika, csinálj egy kompromisszumot nekem, légy szíves. És a teánál akkor azt mondod, hogy ne filteres. Felejtsük el a filteres teát. Hát érdemes. Szálas tea? Mindenképpen igen, mert nem javasolni. Nagyon sok szálas teát kóstoltatunk és árulunk az üzletben, és tényleg, aki először kóstol ilyet, és még nem illatozta, vagy nem volt alkalma arra, hogy ebbe belekukkantson ebbe a világba, azt mondja, amikor megkóstolja és megszagolja, hogy úristen, ez fantasztikus, azonnal kérek egyet. Viszont ahhoz nem nagyon passzol, én úgy gondolom, két tasak méz, egy kis cukor, egy kis citrompótló. A legjobb citrompótló. Szálas fejet, tehát kérik szépen, és egy doboz citrompótló. Háromszög citrompótló. Ez alapból jó az íze. Picit elveszi az aromát. Igen, fehér tea az nagy divat most, ugye? Nagy divat, igen. Már sokan még nem ismerik, hogy mi is az a fehér tea, vagy miért fehér egy tea, miért hívják fehér teának. Ugye talán érdekesébb kép a tea cserjéről, a legfelső három levelet használják a szálas teákhoz, a fehér tea pedig maga a rügy, ami még nem nyílt ki, nem zöld. Ettől is lesz maga a név, hogy fehér tea, teák császárának, királynak is hívják, a legtöbb jótékony hatással a szervezetre. Nem volt idejük megvárni, amíg igen, egy évben két napot lehet csak szüretelni, és aztán megint kell várni egy kicsit. Tehát azt, ha az ember elalszik, akkor... Bárhol az, hogy mi nagyon kéne csinálni. Nem tudnék fehér teát termeszteni. Szundi üzemmódnak tudod bejelezni. Végig a szezonnak. Bali, oké, jó menő egyébként. Iskolát megint várunk egy évet. Amerikában is nagy divat most az Ária testvérséggel összeretett. Igen, nem nagyon isznak. Igen. Hát jó lett volna valamit kóstolni, de hát akkor marad. Na mindegy, azért ezért nem kávéztam, ma reggel láttam az adást. Janikám, egy kompromisszumot főzni nekem most. Már hiátok kompromisszumot? Ahogy szereted, ugye? Jó, rendben. És akkor legközelebb majd egy lángos sütőt hívunk meg. Csak humorizálunk. Zoli, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel morning show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Amerikai világsztárokról akarok megosztani veletek egy hírt. Ugye tudjuk, hogy ami Amerikából jön, az nagy divat, ők mindig előjárnak mindenben. Ha zenéről van szó, a filmről van szó, akkor ilyen mérföldekkel leköröznek sokszor mindenkit. Holdra szállás, stb. Csip-csup dolgok. Felsorol a különböző neveket egy cikkben, Rihanna, Eminem, Gwen Stefani és még sokan mások, akik állítólagosan ugyanahhoz az amerikai masszőrnőhöz járnak. És ebben a masszőrnőben van egy dolog, ami megkülönbözteti őt a többi masszőrtől, méghozzá, hogy máshogy masszíroz. Mit tudhat? Meglepődtek a sztárok azon, és ezt le is nyilatkozták, Dr. Dotnak hívják egyébként a masszőrt. Ő egy masszőrnő, aki úgy masszőröz Kaliforniában. Ah, nem, ez egy, nem egy félrefordítás, a doktor és pont. Nem az mondat vége volt. Doktor Dot. Doktor Dot. Doktor Dot. Pici csak az e-mail címemet mondtam. Igen, Doktor Dot. Nem itt kérdeztem. Doktor Dot. Szóval így hívják. Mindenki hozzájár most állítólag Hollywoodban, és óriási őrület van körülöttem. Ugyanis egy 48 éves nő,
és úgy masszíroz, hogy közben beleharap a kliensek hátába. Tehát elmész hozzá, hogy te megmasszírozd a saját magad, és egyszer csak lapockán harap a nő. Oh. Ott volt nála már Eminem, mondom, Gwen Stefani, Rihanna, nagyon sokan járnak hozzám, és a nő azt mondja magáról, hogy egyébként Frank Zappának volt először szüksége arra, hogy megharapja, mert Zappa kérte, hogy harapja már meg, legyen szíves, és felajánlott ingyen koncertjegyet a terapeutának. És a nő rájött, hogy ez a harapásos masszázs, ez baromi jól működik, és elkezdte harapdálni a világsztárokat. Tehát elment hozzá Eminem, levetköztette majdnem messze erre kisgatyába egy jó masszázs, és egyszer csak lapockán harapta. Szól előre, ez vagy jó. Ez a váratlanság? Hát szerintem azért ezt így tudni lehet. Tehát, hogy valószínűleg ezért is mennek el hozzá. Igen, ezt most már lehet róla tudni. Ő azt mondja, hogy egyébként az anyukája kérte meg először, hogy masszírozza meg, aha, még Frank Zappa előtt, és nem voltak elég erősek a kezei. És a akkor 40-es éve. És akkor az anyukája mondta, hogy nem baj, kislányom, harapj meg. Oh. És a kislány megharapta. És a Zappa is ezt kérte tőle, és rájött, hogy a harapással nagyobb erőt lehet kifejteni, harapdálja a sztárokat. És azt gondolkozom, hogy mi van, ha te úgy mész el hozzá, hogy nem tudod. Hát, azért ez egy érdekes dolog. Hát kiverem a fogát. És egyszer csak belső combó harap. Tehát belső combó harap, mondjuk. Azért ez egy érdekes pillanat. Amikor először megharaphat el, mi nem tételezzük, hogy mondjuk nem tudott róla. Vagy Rihanna, igen, vagy bárki. Megpróbálsz elernyedni, egy picit átadni magadat az élménynek, egy kicsit relaxálni, így megtalálni így a belső nyugalmat, a békét, és egyszer csak egy irgalmatlan nagyot beleharap a combodba. Hát az kellemetlen. Igen, azt nyilatkozott ezen, hogy több amerikai bulvárlapban, műsorban is megszólalt. Nevek nélkül mondta, hogy van, aki például mellharapást kért tőle. Tehát már híre ment, járnak a sztárok hozzá haraptatni, mert hogy ez mennyire vérbőséget okoz, és milyen jó, és mennyire felfrissülnek tőle. Fáj egy kicsit, de egyébként nagyon frissít. És megkérdezték, hogy ki milyen harapást szeretne, és mondta, hogy vannak olyan sztárok, akik a mellbimbó és a mellharapását részesítették előtte. Picit, ezt nem a masszírozás élményért kérném, gondolom, de jól néz ki a masszörnő. Nem, van róla kép, nem. De hát figyelj, az élenek megvannak a maga veszélye, elég, ha csak arra gondolok, hogy mit tudom, hogy például a Feri háta kifakad. Na, egy képzeld ezt a pumpomba. A pumpomba, de már akkor késő. A nő még nem tud megszólni. Az egy kicsi rákos felett. Na, de eszembe jutott erről egy dolog. Nem harapsz, add már ide a idegeneket. Kezed, hogy milyen. Most mi, meg akarod harapni? Igen, hogy meg elkezdelek masszírozni már... egy kicsit, csak a karodon. Karodon, és egyszer csak megharaplak. És egyszer csak belém marad. Igen, hogy már... Hát akkor harap meg a belső combom itt a lágyék. Jó, feküdj föl a pult. Ne. Kicsit itt masszíroz meg, és nem harap meg. Dobjunk rá még egy lapot, növeljük a tétet. Na? Téged is megharapjalak? Ja, nem, a világért se keverném bele magamat ebbe a sztoriba. Harapdod csak fel a Balázs. Na, de mi a lap, amit rá akarsz dobni? Figyelj, hát menjél följebb. Azért mondom, hogy hát itt most voltam ilyen cross-training, és a lágyékon van ez a combizom, ez nagyon meg van húzódva. Tehát ezt ott harapok a legjobban. De eszembe jutott az, hogy milyen pillanatokban vagyunk abban az élethelyzetben, amikor elmész, igénybe veszel bármilyen szolgáltatást, vagy elmész egy orvosi vizsgálatra, egy röntgenfelvételre, egy fogorvosi vizsgálatra, egy masszázsra, és nem teljesen azt kapod, amit kértél, vagy valami teljesen más dolog történik váratlanul. Számos ilyen példa van, ugye, amikor te tényleg elmész egy fogorvoshoz, amikor elmész röntgenezni, és nem ahhoz a lábadhoz nyúlnak, amikor nem azt kezdi el a doki neked kezelni, vagy megvizsgálni. Tehát olyan élethelyzeteket keresünk, amikor te igénybe vettél valamit, és nem teljesen az volt, amire te számítottál, nem teljesen azt kaptad, amire te vagy befizettél, vagy vártad, vagy elmondták neked, hogy az jó lesz. Hát nekem volt egy ilyen esetem, egészen konkrétan a fogorvosát történt, nagyon sok rossz fogadat húzta, jó fogadat húzták ki. Igazából nem volt annyira rossz a fog, ez STK-ról akkor szoktam le ennek az élménynek a hatására, mert hogy az történt, hogy bementem, és nekem ott volt egy orvosom, aki évek óta jártam már, és nagyon-nagyon elégedett voltam, mert mindig minden rendben volt, és de egy alkalommal nem volt bent, viszont nem volt helyettesíteni a főorvos úr, és nagyon megörültem neki, mondták, hogy a főorvos úr, hát ő a legnagyobb góriót, mindenhezért. Az ő főorvos, és persze. Bejött egy ilyen papa, és ezt nem, tényleg nem negatív értelemben mondom, mert csak egy idős fogorvos úr volt. Elkezdte fúrni az egyik ilyen nagy örlömet hátul, amivel probléma volt, és hát és furta, és már egy olyan indokolatlan, hogy ezt meg, hogy hozzá voltam szokva, hogyha egy pici lyukról van szó, akkor ez pikpak megvan, és már mehet is. Furta. Mondta, hogy öblítsek, oda nyúltam a nyelvemmel,
és éreztem, hogy... Hogy nem az az oldal. Hogy nem, hanem hogy... Nincs fogad. Hogy egy picit, mintha kevés maradt volna a fogamból. És kiderült, nem fogjátok elhinni, hogy az utolsó munkanapja volt a főorvos úrnak, pont nyugdíj előtt volt. De mi is bosszú? És egy kicsit az egész sztori olyan volt, hogy na, még utoljára odaengedjük az öreget valaki. Annyira tipikus, hogy te voltál ott. Szétfaragta itt hátul a fogamat, mind a mai napig gyakorlatilag ilyen íny magasságban van a fogam ezért. És ezért leszel csak pépeset mindig. Az egész fog gyakorlatilag egy hatalmas tömés, mert hogy nem marad belőle jóformán semmi. A papa az egészet úgy, ahogy van, elfúrta. De én nem volt indokolt? Tehát, hogy annyira rossz állapotban volt és a fog? És nem volt. Egyáltalán nem volt. Egy pici luk volt. És furta, és szinte már még hallottam, hogy mit tudom én, hogy elköszönnek tőle, megtapsolják, kap egy desszertet, egy csokor virágot, ezt megy haza. Ez volt az utolsó munkanapja, és ezt utána nekem így elmondta. Mondom, köszönöm szépen. És legyalult a fogam. És legyalult a fogam, gyakorlatilag az új szintjei. És amikor visszamentél, nem mondta a doki, de rég egy Jézus Isten. De mondta, hogy ezt neki jó. Ki járt a maga szájába, János? Ha jól tudom, akkor a főorvos úr. De jó, hogy nem az első becőfogai legyalult el, értem. János, egy kicsit úgy látok, kezdünk el nyúlásodni. Ragadozó fogsorra. Először mélyaltatásban nyúlok hozzá, fogához bealtat, tudod, és 3 órás műtét után fölkelsz. Azóta hidegre, melegre, mindenre érzékeny, de hogy ez egy 20 éves történet, tehát hogy azóta kínlodok vele. Ancsan, na, mi történt? Te nagyon kedves barátnőmtől kaptam karácsonyra egy kupont. Na, a kupon, nagyon sok kuponos történet jön. Igen, hogy egy kozmetikus, mert valamilyen kaviáros, nagyon ilyen minőségi kis arcpakolást fogok kapni. Mert nagy nehezen a belvárosban megtaláltam egy ilyen pici ajtó, át kellett menni egy kis stúdión, és egy galéria szobába kellett fölmenni. Ott várt egy körülbelül 90 és a halál közötti mami. Ne. Mint kozmetikus, úgyhogy beléptem abba a csöbb füllett ilyen galéria szobába, ahol nyilván se egy foga semmi. És fogott egy ilyen teljesen fehér tégelyt, amiben nyilván volt valami, azt így mondta, feküdjek le, rám kente. Ezzel nem is lett volna nagyon baj, amúgy semmit nem csinált se egy masszírozás, semmit, csak így rám kente. És elkezdtek ugye jönni hát így gondolom egy időpontra hívott még vagy 4-5 ember. És a pici kis galéria szobába bejöttek oda 5-en? Igen, körülbelül. Akkor néhányan toporogtak, néhánynak mondta, hogy na üljön le. Akkor volt, akinek elkezdtek gyantázni az intim, tehát intim gyantázni. Nem mondod. Öten voltatok egy kis szobában, te feküdtél egy ilyen kaviáros öntéssel a fejre, miközben valakinek fazongyantát csinált a néni 9 évesen? Oda kell menni, imádom. Volt még egy kis fekvőrész, akkor ott meg egy másik hölgynek megágasztott ilyen kis hát valami vibráló valamit a fenekére, tehát az a nő is levetkőzött. Egy fazongyanta, egy fenékmasszáz, egy kaviáros nő fekszik hátul. Igen. És akkor még egy 2-3-an meg ott álltak és vártak. Köszi, hogy elmondtad. Itt van Kriszta, hello Kriszta, jó reggel. 15 éves voltam, amikor az első nyári munkából úgy gondoltam, hogy elmegy kozmetikushoz, és megigazítom a szemöldökömet, hogy szép legyen. Ő fogta, legyantázta az egészet, és megfestette. Ezzel a tartósabb festéke 3 hónapig gyönyörű volt, de hát azóta sem nőtt ki a szemöldököm. Nem mondod komolyan. De komolyan. Van 3-4 szál, de szó szerint. És most akkor minden reggel megrajzolod a szemöldöködet? Igen. Igen. Hát 25 éve emberünk minden nap eszedbe jut akkor tulajdonképpen, nem? Igen. Köszi, hogy elmondtad. Itt van még egy hallgatónk. Hello Petra, jó reggel, ciao. Sziasztok. Te térműtétre mentél volna, ugye? Igen, vagy te oda indultál? Igen, én Debrecenbe indultam térműtétre, és én voltam pont az első, akit műtettek, és nagyon-nagyon izgultam. Amikor bejött hozzám egy nővérke, és rajzolt egy nagy fekete alkoholos fiatal lábamra egy nagyon nagy X-et, és kérdeztem, hogy ez miért szükséges, és mondta azért, hogy ne tévesszék el, hogy melyik kérdezik, ne, Jézusom, tehát oda ment, feküdtél az ágyon, és X-et rajzolt a lábadra. Van, igen. De a jó lábadra? Hát hál' Istennek a jó lábamra, de nagyon izgultam altatás előtt, hogy vajon melyik lábam azt fogják hűteni. Atyaisten, fekete X-es. Most az X marad, vagy az X-et kell műteni? Igen. Azt szerintem azt kell műteni. Várj, és ott kell műteni, ahol az X van? Vagy... De jó, hát erre azért már nem figyeltek, igen, a combomra egy hatalmas X-et, hogy biztos eltalálják. Aha. De aztán de jót műtöttek ráadásul. Igen, hál' Istennek jót műtöttek, és jól is sikerült. Ciao. Köszönöm. Hello. Kozmetikushoz mentem, egy kicsit fogatlan, és mint menet közben kiderült, ex-BKV ellenőr fogadott. Intim gyantára mentem ugyan, de amikor felszólított, hogy forduljak a hasamra, és íziben húzzam szét a fenekem, inkább mutattam volna a bérletet. Feleségem haja lapockáig ért. A fodrásztól kis igazítást kért, az eredmény az lett, hogy hátul úgy felnyírta haját a fodrász, hogy még a fejbőre is látszott. Gyuri küldte nekünk.
év az első szabadságomra, az első gyermek születése után karriajándék gyanánt kaptam a férjemtől egy masszázs kupont, úgy vártam, mint a messiást. Igor várt, az ukrán vízilabdás, aki mellesleg masszőr, 10 perc után könyörögtem az életemért, közben mesélt az ukrán örömlányok futtatásával kapcsolatos tudnivalókról. Jó, de gyönyörű. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Ez itt a Best of Morning Show. Mit találtam már? A szörtelenítő dolgokat fogjuk tesztelni. Ugyanis rengeteg gyanta, krém, Feri, hirdeti azt, hogy ha őket használjuk, akkor bizony simák leszünk, soha vissza nem nő, le a kalappal azon nők előtt, akik a csúnyájukra teszik ezt a forró gyantát, majd hirtelen hátradőlnek, megkapaszkodnak valamivel, szólnak a kozmetikusnak, hogy most, és ő pedig abban a pillanatban megrántja ezzel, mint egy három centit nyújtanak az ő kis testrészükön, de hát komolyan mondom, tehát minden tiszteletem a nőki, akik ezt kibírják, hihetetlenül fáj. Tehát Anett, segíts nekünk, én azt gondolom, hogy az utolsó reklámból ismert, mindenki által ismert dolgot hagyjuk utoljára, ezt a sejemkendő tesztet. Aha. Hogy csúszik-e, vagy nem, ez hideg gyant. Tehát ez a hideg gyant, amit kézzel fel kell melegíteni. Igen. Van a krém. Visszaadod, Jani. Figyelj, a krém az gyakorlatilag, váltok a krémmel, az nem is, ott be kell kenned, vársz egy picit, és ugye simán letörlöd a szőrt, vagy hát lemosod. Nem mond már, leoldja. Hát ki öli gyakorlatilag? Jó. Mondom nektek, ez hatásos ápolás, feloldja és gondosan eltávolítja nem kívánatos szőrszálakat. Na gyerekek, hát kinek a csúnyáját? Annak meddig csináljuk akkor. Várja, meddig kell lázni a meleg gyantának? A meleg gyantának egy 5 percig körülbelül. Aha, király. Egyet beletolom az orromba. Figyeljetek, ki csinálja, és én mondom, hogy mit csináljon. Diktálom. Na, adjad. Karodon? Vagy a lábadon? A lábadon. De, lábadon. És farpof. Gyere ide, úszél. Használat előtt mossuk meg a szörtelenítendő bőrfelületet. Add ide azt a ízét, légy szíves, ezt a mi ezt törről között. Itt van. Oké. Okay. Jó, erre a fára harapi ráfori. Figyelj, ez nem fáj, tehát ez leoldja izét. Most látom. Hát ez nem fáj, ez azért erre ad nekem. Hogy oldja le gyerekeket? Hát nem, a gyantának nem az a lényeg, hogy meleg legyen? Nem akkor old, ha... De ez nem gyanta. Hát azt írja, az hogy a krém. Ezt nem is próbáltad még? Nem. De mi akkor, ez kimarja? Igen. Hát jó. Ezt mondom, hogy ez le fogja marni. Akkor figyelj, párhuzamosan próbáljátok ki mind a ketten. Mit? Hát az Anett próbálja ki a krémet. Az Anetten egy gram szőr nincsen. Az nem baj. Az. Illetve ebben nem rendben van. Nem baj, nem vagy szőrös. Na, jöhet. Jó, mondom. Itt a krém. Köszike. Feri, mindent nem kell levenni. Ja, nem folyik belőle. Mondom. Figyelj. Mennyit kell föltenni? Mondom. Alkálitot tartalmaz, úgyhogy vigyázz. Na mindegy. Azt mondja, hogy a lábszáramat. Hónajra, lábra és bikini vonalra. Hallott, Feri? Ez utóbbit próbálnám ki. Ezt ki fogom próbálni én is. Na mondom. Akkor adom ezt, próbált. Jó, próbáld. Neked kell, ahogy látom, gyöngyötre lehet fűzni. Figyeljetek. Mire? Erre? A szörtelenítendő felületet. Figyeljetek, gondosan tisztítsa meg. Ezzel meg vagy. Lemostuk. A krémet a spatula segítségével hordja föl. Körülbelül 5-10 percig hagyja hatni. Annyi időnk nincsen. Várj. Akkor egyszerre kettőt csináljon. De a másik meg melegszik a meleg gyanta. Jó, és akkor 5-10 perc után kell meggyújtani, ugye? A határidő letelte után a krémet a lapát segítségével távolítsa el, majd szappanos vízzel jól öblítse le. Köszi. De ne sajnálj, tegyél. Ott van a soromban. Elég, nézd meg, ezt a részt fogom itt legyen. Mert a gyantának is kell. De Feri, most nem egy dobostorta tetejét kenegeted a csokoládémázzal. Nem, azt hittem, el kell szépen igazítani. Tényleg, tegyél rá nyugodtan, hát nem fogja lehozni. Dehogy ne. Brülét formáz belőle. Mitől félsz, hogy csontig mar a krém? Egyébként én igen. Na. Azt nem gondolt, hogy ez normális dolog, hogy fölkensz magadra valamit és eltűnt. Tehát, hogy hát szerinted mennyivel egyszer? Jó, hát persze. Ez jutott, ezt szerest, ott van a sarokban a szívlapát majd a végén. Jó, na. Akkor ezt fölkentem 5-10 perc, azt mondta, ú, de jó. Mm-hmm. Jó, addig próbáljuk a másikat is. Jó. Egyébként nagyon jó pofa ez a hagyományos ilyen görgős gyanta. Halál jó kis szerkezet. Igen, tehát hogy tök jó ki van találva az egész. A vége szerintem nem annyira szórakoztató, abban ahogy biztos, így elképzelem. Abban biztos, de az, hogy így felmelegíted, és utána pedig a görgős csak szét, akkor ne szedd szét, tehát az egybe van.
Nincs szerintem. Fúlia? Szerintem azért csak azért van beállva az a görgő, mert hideg a gyanta még benne. Hagyjátok, hát jól ismeri, hát tudja, hogy... Ja, mondjuk egy szakértő. Ja, hát a mellvasát nem gyantázza, az biztos. Jó van, akkor szóljátok hát a letertet. Jó, és a másik, a Balázsnak a kezében van egy ilyen kis csomag, amiben gondolom több... Ilyen 20 darab extra erős gyanta lehúzó csík. Na, ezzel mit kell csinálni? Hát föl kell a gyantát, és rá kell azt a csíkot tenni. Rálapogatod, és azzal fogod lerántani a szőrös gyantát. Azt így van. Durva. Na, majd én felragasztom a szemöldököt. Jó. És merre kell rántani? Ezt sose tudtam, amerre nő a szőr, vagy ellenkező irányban. Mivel nem használok gyantát. Jó, ezt valaki írja már meg. Jó, gyantások írjatok, 0630, tehát merre rántod a gyantát, amerre a szőr nő, így nem, vagy ellenkező irányba. Tehát itt a lábad, mutatom a kolleginának, így nő a szőr. Visszafele felé. Rárakom, vissza. És így. Persze, hát az a lényeg. Ó, Isten. Hát az a lényeg, az egy sok hatás a hagymáknak, hogy akkor biztos, hogy kiszakadnak. Ellenkező irány, már írják. Persze, az teljesen egyértelmű. Jó, akkor amit... Hogy áll a gyanta, fölmelegedett már? Én nem tudom, mikor jó a gyanta. Hát mikor lötyög benne biztos, nem? Gyerekek, ez rohadtul nem lötyög. Ez nem olyan lötyög. Masszív, ez olyan, mint valami... Azért ilyen... nem lötyög, mert annak nagyon sok idő kell, szerintem az így pár azt perc alatt nem fog perc. Így. Komolyan? Hát az és forró vízbe kell. Jó, adj egy gyanta csíkot. Adom neked. Légy szíves. Ennyi időt egy borotvával már konkrétan csempére borotválom magam, mert hogy ez a gyantázás, ez egy baromi bonyolult. Közben halkan mondom, hogy kezdek itt, tehát hogy mar. Mar? Mar a krém. Az iskolát. Nekem is adj egy csíkot. Hitelkártya, $100. Vágd össze. De most minek neked csík? Azért, mert aztán gyorsan kérem a gyantát, hát ha már annyira megmeleged. De nem ezzel kell leszedned. Hát szerinted mivel? Semmi, a tehát mondom. Nem. De adja ember, hát ezt tudom, hogy mivel kell leszedni. Azt mondom, azért ad ide a csíkot, mert ha megmelegedett a gyanta, gyorsan fölviszem és ráragasztom. Feri, a Csabi már végezni fog a kíváncsi műsorra, amire ez a gyanta itt megmelegedett. Ez nem stresszeljél. Ez a gyanta, ez egy év múlva is ugyanilyen lesz. Semmi gond nincs. Ez retteltesen csíp most már. Ne csinálj. Nem, vagy jó az. Igen? Nekem, jó az. Igen, érzem, hogy így csíp egy kicsit. Marják az alkáliák, vagy mik ezek. Ez a reklám ugye azt ígéri, mutatja, hogy ott van egy mozdulat, azzal a mozdulattal. Na, te kettőt tessék. Húzó, eltelt az öt. Nagyon perc. Kíváncsi hát leszek. Jó. És eltávolítja a szőrt. Ha azzal nem megy, akkor próbáld meg habkővel. Hát, figyelj, de szedegetett le belőle. Várjam, nincs undorítóbb, amikor habszőrrel keveredik. Tehát az nagyon. Hát gyerekek. Jött le belőle? Hát gyakorlatilag igen. Aha, de lehet, hogy ez csak, hogy várja, vissza kellene még egy kicsit. Ízlésesen. Hát csapat ez még, nem? Jó. Na, jó, közben alakul a gyantánk. Hogy állsz, Feri? Számolj be róla. Hát én nem tudom, egy-két szőrcsíkot látok, de ez lehet, hogy csak az egyébként öregkorban előforduló szőrzet hullás. Az egyébként is kihullott szőrzet hullás, tehát itt van. Jó a gyantánk? Az jó, de figyelj, nekem ez megdőlt, ez a krém, most egyről akkor zárjuk le, az nem hozza le. Várj, akkor ez teljesen. Az nem hozza azt mondta, hogy szappanos víz, hogy le kell mosni, akkor itt a kis vízünk. Ott van egy ilyen mosdószivacs. Mi a dörzsivel? De normális vagy, hogy a dörzsölős részével? Figyelj, nagyon bizarr, mert egyre többen gyűlnek ide a stúdió elé. Nem hiszik el. Úristen, Feri, olyan vádlid van, mint egyébként Ben Johnsonnak. Semmilyen vádlid nincs. Nézd meg, levitte. Nem, mutasd. Mosdószivacs kitépte konkrétan. Nem, persze. Itt, tehát, itt figyelj, Feri, az a dörzsi felülete. És nem, a másikat használom, te szerencsétlen. Nagyon már. Erős. Így, ha ez megmosod a fejedet, ha hajad is kihullik ilyen szivacsa. Hát ez meg, áttöröltem, és gyakorlatilag... Hát rohadt szőrös a lábad ugyanúgy. Itt van egy felület. Szóval kedves hallgatók, olyan tempóban dörzsül a Feri, hogy már érezzük a szaru szagot. Konkrétan füstöl a bőre. Hogy vízzel keveredve milyen szaga van. Azt nem utasd meg. Megszagolom. Nehogy megszagolod. Te hülye vagy, miért szagolod meg? Másik végét csillagom, ahol fogtad. Nagyon büdös. De miért szagolgatnám a Feri szőrét? Hát érdekel a Feri szőre. Már jöhet a gyanta, jöjjön a tépés, gyerekek. Csajok, jó a gyanta? Mondjátok meg, én most úgy csak, mint a nem tudnám. Hol a csík? Adjál csíkot, ember. Jó. Mit mondanak a kollégák? Csubakka? Adjál csíkot? Ezt adás előtt szoktam mondani, adjál csíkot. Igen, meg a hét. Na, Anett, segíts ebbe, kérlek, mert tényleg nem tudom, hogy ezt hogy kell kezelni. A gyanta meleg. Most vagyunk ott, akkor, hogy a krém valamennyire lehozta. Jön a második teszt, ez az úgynevezett... Mi ez az? Ne hülyéskedj, ez már fáj, ahogy fölkeli. Csak a lábad elé térdelt, még neki a báj. Jó, ezt imádom, ezt a részt, ezt minden reggel lejátszok, én azért jövök ötre, csak... Húzd hátra a hajad, Anett! Mi van?
Vigyázz, ez most fáj. Következő történik. Várjatok. Leszette az összes szőrömet. Várjatok, csak hadd mondjam, hogy mi történik. Anett betérdelt Feri lába elé, és fölnyomott egy pici gyantát Feri egyébként már szörtelintett lábára. Ne, mit csinálsz? Anett, mondd, hogy mit csinálsz? Feri gombolt vissza az inged. Anett most megpróbálja fölvinni. Anett, hát annyira fáj, mint az állat. Hát Feri, persze, hogy fáj, hát szörtelenítesz. Adjak egy csíkot? Miért abban van fájdalom? Hát most, ami gyanta van rajta, az... Várjatok, még nincs rajta gyanta. Próbáljuk egy picit. Kicsi, adj már egy rohadék csíkot. Hát de igen, Feri sokkal rezignáltabb szokott lenni. Nem vagyok így, adok egy csíkot. Kezd pánikba esni. Feri, ne legyél puha. Hát ez annyira azért nem fáj. Igen, igen. Anette pedig toljad ki jobban. Jó. Mondom, hogy mi történik. Már közben a pénzügyről is megérkeztek hozzánk, ugye? Igen. A szélsz és a pénz. Jó, álljunk sorba, jó? Jó. A munkaügyisek állnak be a pénzügyisek mögé, és a portaszolgálat is majd nem kellett arra. Megkapcsolódta. Nem, mert jött már ott az én szőröm van csak. Jó, következő, most megérkezett egy kedves kollégina, aki szintén megpróbálja a gyantát felnyomni Feri lábára, Feri neki a báj. Most egyelőre nem elég meleg a gyanta valószínű. Igen. Jó, bizony, bizony, igen, hideg gyanta. De hideg gyantával szerintem izgalmasabb. Igen, nincs sajnos sem. Tehát, hogy nem gyantás a lábam. Nem gyantás a lábad. Ez még nem is. Hát vigyük ki a toalettbe, és akkor ereszünk rá forró vizet hosszasan. Ne, vigyük ki a kísérletet a Népligeti metró aluljára. Nem, azt nem akar. Jó, akkor mondom, hogy mi legyen. Legyen az utolsó addig, amit a gyantát felmelegítik mikróba. Tegyük mikróba. Úristen. Mikrózzuk így meg van. A gyantát. Jó Isten. Addig jöjjön a hideg. Mikrózzuk meg a gyantát. Most kapcsoltam, hogy mennyire életszerű. Hát nem melegszik föl, meg kell tenni mikróba. Figyeljetek. Itt van az utolsó, most egyelőre mondhatjuk, hogy a krémet elbuktuk, ugye? Az nem hozta le. Ez a spatulás, krémet, bekened, vársz 5 percet, ez nem jött le. Ez ugye? Nem. Ez nem. Van még egy, ez ugye azt ígéri, hogy egyrészt 4 hétig tartó sejmesség lesz, 2 azt mondja, hogy ha megcsinálod, annyira szörtelen leszel, hogy dobod a kendőt, és a kendő leesik a földre. Ez használatra kész hideg gyanta szalagok. Na, azt szerintem ez jó. Az jó. Erre kíváncsi vagyok. Mondom, hogy akkor ezzel mit kell csinálni, mert Ferenc, van még szőr a testeden valahol? Ez alig jött le, gyerekek. A izé miatt csak a krém hozott le eddig valami. Sligovica azt írja a honlapunkon, hogy hát minden elismerésem, srácok, ezt még Mel Gibson is dublőrrel csinálta. Jó. Ferikém, vedd akkor kezelni. Feri, ha csíp most le, mert kipattogzol. A gyantát meg mikróban melegítsétek, amíg folyékony lesz. Jó. Mondtam, hogy használtak el. Figyelj. Mondom, mit kell csinálni. Tessék, Feri, itt van. Add ide. Mi ennyi minden. Melegítse fel a gyantát a tenyerével dörzsölve. Jó, na, ez már egy humánusabb dolog. Az micsoda? Majd mondom, Feri, odaérünk. Az semmi, a férfiasság, hogyha lankad, be kell venni. Ja. Jó. Igen. Tehát így? Kezd el dörzsölni. Igen. Meddig? Amíg nem érzed, hogy meleg, mint a pusfanok, amikor így tüzet csiholnak. Ha füstöl, dobd el. Melegszik? Nagyon, nagyon kellemes. Hát mindenkinek melegszik, aki összedörzseli a kezét. Jó. Próbáld ki. Lassú mozdulattal válassza szét a szalagokat. Aha, két csíkot. Igen, a két csíkot válassza szét. Ez nagyon jó pofának tűnik. Lassú mozdulattal, igen. És melyik oldalát? Ja, mondom, mindegy. És tapaszd rá a lábadra. Várjál, ne kapkodjunk, mert ez nagyon speciálisan kell. Igen. Simítson erősen egy gyantacsíkot a bőrére, és dörzsölje be át, többször a szőr növekedésével megegyező irányban kell dörzsölni. Tehát lefelé. Lefelé. Mondd, hogy mi történik közben. Dörzsölöm. Dörzsölöd. Most már a melegség megszűnt. Leránthatom én? Igen, hogy én emberem. Te pervers. Jó, rohadék. Szólj, ha meg vagy. Jó, többször átdörzsöltem. Növekedéssel megegyező irányba? Igen, én lefelé dörzsölöm, és Anett, akkor neked fölfelé kell tépni? Mondom, mindjárt olvasom, meg mindent leír. Na. Deproli, vagy várjál, ne tépd még következő, le. Várjál, ez egy 15 centis csík, aminek én a felét rádörzsöltem a lábamra, ide jött ez a csodálatos nő, és elkezdte az alját is rásimogatni. Ne perc munka legyen, hát rendesen, hát toljátok. Igen, meg rendesen, jó erősen toljátok rá, amennyire csak lehet. Figyeljetek, ne felejtsétek, hogy reklámot tesztelünk, ez úgy kell csinálni, hogy a reklámban ma nem végezzük, mert akkor hiteltelenek leszünk, hogy mást állítunk, mint ami valóban a hatékonysága. Úgy kell, ahogy a reklámban van. Na, szóljatok. Mondom, várjál, mondom, ez egy 5x15-ös csík, aminek a szélén ugye nincs gyanta, tehát ott meg lehet fogni, és az összes többi része pedig gyantás, és ezt most gyakorlatilag beledolgoztuk az én szőreimbe. Jó. Következő lépés. Még ne csináld, ne csak mondom, végigolvasom. Gyors, határozott mozdulattal rántsa le a gyantaszalagot a szőr növekedésével ellentétes irányba. Tehát e fölfelé. Tartsa a bőrt feszesen, hogy enyhítse a fájdalmat. Hogy? Mivel? Az izmaimmal?
nekem. Feri, a vádli bőr mozgató izmodat tartsd feszesen. Vagy fogni kell a bőrt. Na. Igen. Számoljunk vissza, felkészültél, Feri? Nagyon figyelj. Jaj, ne várj! Várjál, ne szedjük le. Várjál, akkor maradjon rajtam. Elterelem a figyelmét egy könyökössel. Jó, figyelj, de az egészet tébb le. De jó. Nehogy megállj, három. Mert megőr. Figyelj, kedves hallgatók, figyeljetek, visszaszámolunk. Ne, rohadékok. Na, figyelj, maradjon. Jó, csak gondolj arra, hogy ez a heréden is lehet. Az az intim gyanta. Ehhez képest nem vagyok. Nagyon figyeljetek, de... Oké, visszaszámolunk, kedves hallgatók, ti is, nagyon figyeljetek. Figyelem. Légy férfi, ne kiabálj. Jó, oké. Három. Kettő. Annett, megöllek. Egy. Most! Aki! Na és akkor mi van? Baszd meg, te fasz. Bocsánat. Hogy mondtad? Mit mondtál? A mindenségét. Igen. Látni akarom, mennyi szőr jött le. Gyakorlatilag és tök csupasz és piros, mint az állat. Jó, állam. Most dobd a kendőt. Dobd a kendőt. Fú, de rohadt undorító. Gyereke. Most sozzátok! Most pedig dobd a kendőt, Anett, úgy, ahogy a reklámban van, dobd rá a kendőt. De várjál, és nézd meg. Le kell előbb takarítani a gyantát. Én ott nem láttam ilyet. Ja, ott leszedik a gyantát. Mert, jaj, ne hülyéskedj, a reklámban nincs idő. Most ráragadt a gyantára, állj, vedd le a kendőt. Mit, neked van ilyen kis törlőkendő, de amit ott a mávon használtunk. Tamponáljátok, úristen, mennyi vér. Na, mit látsz, Anett, szőrtelen lett a lába? Igen. Na jó, van, ugye, működik ez. Na, figyeljetek, ez működik. Mi a cég? Hívja a szélszünket. Na, jó. Na most jöhet a kendő. Dobd a kendőt, fölülről. Úgy siklik le a lábamon. A komolyan. Gyönyörűen. Komolyan. Gyerekek. Nézd meg. Ez működik. Totál működik. Működik. Leesik ez a kendő. Leesik a kendő. És Feri még csak egy liter vért vesztett, úgyhogy még nincs komoly baj. Anya, ne menjél a pedikűrőshez, adjál belőle. Ez tényleg működik. Mutasd. Ó, gyerekek. Tessék. Azt hadd mondjam el, hogy minden tiszteletem azoké a nőké, akik ezt magukon megcsináltatják, nem csak a lábukon, hanem komolyan. Ott is. Ó, Isten, ez milyen szép végső volt. Kis gondod, egy intim gyanta, hónaj, ahol vékony a bőr, és gondod, ezt mind miattunk csinálják, hogy nekünk ők tetszenek. Tehát le a kalappal a nők előtt, igazad van. Csodálatos abszolút. Csodálatos kezed van, Anett. És ahogy térdelt ott a lábad között, látvány volt. Istenem, hát ezt hova lehet még fokozni? Nem baj, jövő héten kipróbáljuk a Figma piercinget, Feri. Igen. Valaki azt írja, hogy hozzunk disznóperzselőt, sokkal jobb. Ennyi hatásosabb. Disznóperzselő, meglás, leszedi, tövig, írta nekünk a futár. Jól van, Feri, hős vagy, komolyan mondom, gyerekek, hős vagy. Nagyon, tudod, mi a rossz benne? Nem is maga a tépés, én rájöttem, hanem ahogy készülsz rá. Érted? Ahogy várod a pillanatot, még akkor sem tudod, hogy visszaszámoltok, és akkor aztán üvöltesz. De kezded, hogy nem akkor üvöltöttem, amikor megtépte, hanem pár másodperc igen, után. Igen, tehát, nem. Hogy volt egy ilyen, az adrenalin kicsit dolgozott. A szervezetnek van ugyanis egy ilyen védekező mechanizmusa, így van, ebben igazad van, ami úgy működik, hogy ha például sebesülés ér, akkor első pillanatban nem is érzed, és utána tudatosul a dolog. Szerintem ez ugyanez. De utána hallottuk, hogy tudatosult, igen. 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 Na jó van. Jó, akkor mondhatni, kijelenteni, hogy a krémes nem igazán működik, az hagyott némi kívánivalót maga után, ez a félig felmelegített, mikrózott, ilyen igazi klasszik gyanta, ez szoszó. Ezt érezted, ezt látod, ezt tapasztaltad föntről az elefántcsontornyodban? Most már tejre kell is ki kell próbálod valamit. Jó, hát szívesen kipróbálod. Jó, majd akkor borokat tesztelünk. Viszont akkor jelentsük ki, hogy ez, amit ígér a reklám, ebben az esetben tényleg leszedi, és ez gyerekek, hát vállaljuk. Igen, a leszedésben egyetértek, a kendő működik. Az azért, mert az egyébként jó, is lehet. A kendő az illúzió, ez meg a látvány, jó. De ez akkor, igen. Akkor elég. Kicsit hidratáld a bőrödet, Feri, mert nagyon száraz. Köszönöm szívem, drága vagy. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt
a Best of Morning Show. Egy kollégánk, most mindegy is, hogy ki, mert annyira jelentéktelenül. De hogy igazából háromból kétszer nem sikerül eltalálni Balázsnak a nevét. Igen, abszolút nem tudom, hogy hogy hívják. De nagyon helyesen, több éve dolgozik itt. Elmeséltem, hogy... Ne, nyilván tudom. Elmeséltem, hogy neki mennyit számít az, hogy reggel van valaki, aki nála vidáman indítja a napot. És elgondolkoztunk azon, hogy tényleg mindenkinek meg lehet az az egy ember, az az egy valaki, aki miatt egy kicsit reggel jobb kedve lesz. És azért mi itt sokszor hát beszélünk komolyabb témákról, meg buskomorkodunk, meg trollokról beszélünk, meg elmondjuk, hogy ma is fogunk. Igen, ez az ország mennyire irigy, és milyenek a trollok, de arra gondoltunk, hogy össze kellene szedni azokat az embereket, akiktől nektek, drága hallgatók, jól indul a reggel. Ugyanis elmondtam, hogy ő metróval jár a Batthyányig, és ott a Batthyányin hévvel is megy. És van állítólag a Batyin egy újságosztogató lány. Egy újságosztogató lány, akiről azt gondolt, hogy elveszett tőle az újság, a tök mindegy, hogy milyen újság. És... kiveszed a kezéből, és mész tovább. Köszönsz neki. Elmesélte, hogy ez a lány, ez annyira tündéri, és annyira szívből osztogat, és annyira élvezi, amit csinál, hogy kicsit mindenkinek jobb kedve lesz attól, ahogy elveszi tőle az újságot. És elgondolkoztam ezen, hogy milyen pozitív dolog, hogy néhány nap után már várod, hogy ott lesz-e, hogy mosolyog-e, hogy ma is jókedvű-e, hogy nincs-e valami baj esetleg, vagy nem tűnik el, a lány ott van, mosolyog. És úgy veszed el tőle az újságot, hogy jobb kedved lesz. És ennyire meghatározó egy jó mosoly, meg egy jó köszönés. Így van. De nagy. Ez nagyon sokat számít, és ő elmondta a mi kollégánk, hogy egyszerűen jó tőle elvenni az újságot, és ez, hogy ő ilyen energiával adja oda sok-sok embernek, mert hogy ő ott van egész délelőtt, egyszer tényleg mindenkinek jobb kedve lesz. Tehát lehet, hogy nem is akarod az újságot elolvasni, de elveszed tőle, mert úgy néz rád, és úgy mosolyog rád. Kicsit szerelmes lett a kolléga, nem? Igen, azt érzem, hogy lehet, hogy azért már több kört megy, és még egy újság, még egy újság, még egy újság, lehet, hogy ebben van valami. De önmagában gondolatébresztőnek nagyon jó, hogy milyen jó lenne, ha mindenkinek lenne egy ilyen ember, és megtalálnánk azokat az embereket, ha még vannak ilyenek, aki nem úgy adja oda a kiflit, hogy szomorú, aki nem eléd rakja a túros táskát, de látod, hogy nagyon unja, aki nem úgy adja oda a bérlet szelvényt minden hónap elején, hanem egyszerűen kicsit feltöltődsz tőle, mert az emberek inkább elvesznek a másiktól, nem? Szomorú. Igen, mindenki erre vár, hogy kapj egy ilyen töltést. De hogy kapj egy ilyen töltést. Batyi felé nem mentek, nem találkoztatok még ezzel a lányjal? Batthyányi téren van állítólag. Aha, meg kéne nézni. Korán reggel is szoktam találkozni, amikor osztogatják ezeket az újságokat, ilyen újságosztogató lányokkal, srácokkal. De ők nem kedvesek. De nem ennyire meghatározóan. Szimpatikusak, aranyosak, helyesek, teszik a dolgukat, de nem ennyire meghatározóan. Igen. De nagyon sokat számít ez. Igen, és álltok baromi hangosan. Köszön, cuki, aranyos, és nagyon helyes. Az IT-sunk mesélte egyébként. Van ő jár. Hogy IT? Igen. Ja, örülök neki. Azt meg vagy Titi nagypapa? Titi nagypapa megy az erdőbe? Meg, de meséld el. Titi nagypapa megy az erdőbe, és azt mondja, állj Titi, no! Kia! Na jó. Oké. Én Balázsal vagyok így egyébként reggelenként. Néha nem bejövök a Balázs is apátiába. Kicsit nem lesz jobb kedved tőlem. És mondd egy ilyet. És utána... Hihetetlen, mint a kicseréltek volt. Ki is öntöm ezt a kávét? Minek nekem koffein? Én sugárzom magamból az energiát. Csak rám nézel, mondok egy ilyen blödséget, kicsit jobb kedved. Azt tudod, hogy lassan senki nem fog érteni a viccnek a poét. Nem mondod, hogy Titi nagypapa nem jön. A Titi. Elmondod egy viccet, hogy Titi nagypapa megy az erdőbe. Titi, no. Kia. Na, és megszereztük ennek a lánynak a telefonszámát csak egy röpke interjú erejéig, aztán ti már kezdhettek azon gondolkozni, hogy nektek ki az az ember, akitől töltöttök. Mit csinál, hogy adja oda, mekkorát köszön, milyen a mosolya, mi a foglalkozása, ki derít benneteket jobb kedvre. Ha elakadok, az csak azért van, mert a Williams látszik... Azt mondtad, hogy nem beszélsz róla. Hátulról mutatják, és mindig belenézek a blendébe, hogy terpesz nekem egy ilyen óriás ott nem a pályán. Egyszerű, igen. A méh királynő. Annyira kegyetlen az adásrendező, hogy beáll terpeszbe szerva fogadáshoz, hátulról mutatják mindig, és mindig nyelek egyet, akkor így majdnem azt érzem, hogy már ott vagyok a fenekébe. Igen, nem egyszerű. Az adásrendező dolga állandóan kiabálni az operatőrökkel. Hogy ne legyen benne. Profilból, könyörgöm, profilból. Na, igen. Na, felhívjuk a leányzat. Őt megtudtuk, Viviennek hívják, és tőle derül jobb kedvre. IT.
IT nagypapa, az IT szakosztályunk, így van. És mindenki, aki ott van a Batthyány tér környékén. Itt van Vivien, hello Vivien! Sziasztok, jó reggelt! Hello! Na, egy hang alapján már rögtön igazolod a híredet. Igen. Remélem. Örülök nektek, hogy beszélünk. Szuper. Hello Vivien. Láttál egy olyan embert, aki többször veszel tőled újságot, nagyon érdekesen rád mosolyog, ő próbál veled szemkontaktusba kerülni, és 6-8-10 újságot elvesz tőled? Középkorú? Nem középkorú. Korunkbeli? Milyen haja van? Nem láttam. Kacnak. Milyen haja van? Hát, szolidan divatos. Hát ilyen, divatos haja. Nincs ilyen, Vivien? Ő nincs, a mi kolléga. Nincs. Na, te mióta osztogatsz újságot? Én 2 hónapja. 2 hónapja. Igen. Tudod, hogy rólad beszél a Batthyány tér, hogy vidám vagy, kedves vagy, és egyszer feltöltődnek tőled az emberek. Hát próbálok rólatok mintát venni. Hát ti is minden reggel olyan jó kedvet csináltatok nekem régen, hogy... Te belőlünk táplálkozol, belőled pedig az emberek. Persze, ennyi. Hát. Te minden nap a Batthyin vagy egyébként? Igen, minden reggel itt vagyok. Ezt te osztod be magadnak? Igen. Tehát bárhol lehetsz, bármelyik metró aluljáróban? Hát, ha van hely például, akkor igen, de nem feltétlen. Aha, tehát hogy megnézed, hogy hol van hely, és akkor oda mész. Persze. De szeretem, ez jó hely, kedves emberek vannak általánosságban, úgyhogy... Hát miattad kedvesek, mert te ugye nyomod a kedvességet feléjük, és ugyanazt kapod vissza. Igen, ez oda-vissza. Hát hála jó égnek, nem? Na, mit kapsz az emberektől? Mit mondanak neked? Hogy van, aki pozitív, van, aki negatív, vagy csak pozitív visszajelzés, akkor mondj egy-két konkrét esetet. Oda megy, elveszi a lapot, hát ez egy pillanatnyi interakció, ugye? Nem, nincs idő hosszú beszélgetésre, de még miket mondanak? Hát megkaptam már, hogy én vagyok a legjobb likancs itt Budapesten. Likancs? Igen. Likancs? Te miért? Szóelnéges bácsi. Boldog békeidők. Te vagy a legjobb likancs itt Budapesten. Igen. És pedig megyek, és fogok egy iszabot kapucinert. Igen? Volt egy néni, akkor minden reggel hozott cukorkát. Cukorkát kaptál egy nénitől? Igen, most aranyos volt mindig. Újságért cserébe, meg csokikat is kaptunk. Az idősebbek bókolnak neked? Ja, de jó. Meddig vagy ott a Batthyin? Mikor kezdesz, meddig vagy ott? Én 7-től vagyok 9-ig. Csak ez 2 óra. Aha. Igen. Akkor kiszorsz mindent, vagy ha marad, akkor addig kell maradnod, amíg minden... Nincs olyan, hogy marad nálam. Tehát mindent elszorsz. Olyan, hogy valaki visszahozza, hogy újra találkozhassatok? Hát, vagy van olyan, hogy elmegy, odaadja az újságot másnak, és akkor visszahozza meg, visszajön megint, hogy kiéredjen. Nem, most már akkor valamikor kiugrok én is, megnézlek, mert van egy kis kötődés, nem csak az újsághoz. Most is ott vagy, mi a helyzet a Batthyin, jelen pillanatban jelents nekünk? Hú, hát ahogy le van zárva a hévezés, sokkal kevesebb ember van sajnos, de megy az élet itt korán reggel, teljesen csütörtökön, úgyhogy... Csütörtökön, átlagos reggel. Igen. Jól van, igen. Na, örülünk, hogy hallottunk. Ha látod a kollégánkat, barna hajú, átlagos testalkatú, nagyon sokszor megy, akkor jelez neki, hogy... Oké. Kérdezz meg mindenkitől, hogy az IT-szektorban dolgozik. Igen, IT-szektor. Ha IT-szektor, akkor ő az. Akkor ő a mi emberű, mert ő mesélt nekünk rólad, hogy jó, nagyon, okay. nagyon tündéri vagy. Az egyik keze folyamatosan zsebében van, és nem Parkinson. Ha ti mondjátok. Ajjaj, nem alatsz vagy. Puszi Vivien, csakoltatok, jó munkát neked. Szia. De már a hangja is cuki. Nagyon hasonlók, aranyos, viszi a bulit, tényleg jó. Igen. Nagyon aranyos. Nekem például egy fix kéregető lány volt itt a Hungária körúton. Aki nagyon helyes volt, és nagyon aranyos volt. Itt állt a kanyarban mindig. És azzal, hogy kérek, hogy oda ment, és azt. Oda jött, és nem, igen, mindig elbeszélgettünk, letekertem az ablakot, mindig kérdezett a gyerekekről. Már ő nem kéregető volt, ő az Anna volt, csak meg akarta veled beszélni a best of-okat. Mindig adtam neki apró. Fura dolgokat kérdezett, Bali, mi legyen a best of-ban. Mondom, ne haragudj, ismerjük egymást. Megismételj. Igen, mi legyen holnap az ismétlésben, mondom, hölgyem, ne haragudjon, ne zárpasson már. Szóval egy kapitánban elbeszélgettünk, mindig kiszúrta az autómat, és akkor megelőzte a többi autót, nem osztott újságot, hanem egyből odajött, és amíg nem kaptam zöldet, addig nagyon helyesen mindig elbeszélgettünk, és már láttam, hogy kiszúrta az autót, ő itt állt pont a fordulóban. Tehát ahogy ugye mész tovább egyenesen a Kőmenyai út felé, vagy fordulsz Kispest felé, vagy rá az Üllői útra. Vagy egy gyors kamerára, vagy fölfele, vagy lefele, vagy átlobálta felé járól. Aha, értjük, most megkezdjük, de járól voltatok. De most nincs itt egy ideje. Tehát most egy ideje nem látom. Mivel nem adtál neki soha pénzt. Adtam neki mindig, egy idő után nem fogadta el. Aha. Tehát idő után már csak azt éreztem, hogy egy kicsit jó neki beszélgetni. Nekem is jó volt, megvitattuk az élet nagy dolgait. Ez körülbelül fél perc.
De ezek a találkozások azok, amik kicsit teljesebbé teszik egymás életét, nem? Kis duma, egy pici mosoly, nevetkettőt, ő is aranyos, te is kedves vagy, és valahogy egy picit jobb minden. És egy ideje nem látod? Egy ideje nincs most itt, igen. Nem volt olyan, hogy például hoppá, mázolt, itt nem is volt fekvőrendő. De nyilván volt, hogy elütöttem is azóta. Szegény kórházba fekszik azóta. Én megnézettem a gömb összekötőt, és a laprugóimat megnézettem, arra furán szól. Csúnya defektben. Nem, egy ideje nincs itt, nem tudom, remélem, hogy jól van. Szerintem sok autós emlékszik rá, hogy itt az Üllői Hungária kereszteződésben itt állt. Nektek valaki de olyan, van, aki van. Egy cuki buszsofőr, egy helyes villamosvezető, egy jó lehelletű ellenőr, nincs ilyen? De, egy hajléktalan mindig kiflivel szokott dobálni. De most tényleg csak pozitívat mondja, nem érdekelnek a negatív dolgok. Van itt az aluljáróban egy kis pékség, és az ott dolgozó lányok iszonyatosan kedvesek. Minden reggel, és független attól, hogy veszek vagy nem veszek valamit, hát sejtetitek, hogy túl sok pénzt nem költök el náluk se. Független, hogy veszel vagy nem veszel, mi ha beállsz a sorba és nem veszel, akkor kérsz? Vagy de akkor csak beáll a mosolyért. Melyik az eset, amikor nem veszel, beállsz a mosolyért? Nem. Vagy csak elmegyek, mindig rám köszönnek, integetnek, mosolyognak, hogyha ha mondjuk cigiszünetük van itt oldalt, és akkor degálnak ott a lépcsőn, és találkozunk, akkor is rám köszönnek. Azt hogy beállsz a sorba, nem veszel semmit, csak kérsz egy sárszkit. Nem odaállok, és mosolyognak. Egy letört kifli végig, nincs véletlenül, de eljárás. Igen, és ezért is mosolyogunk, minden reggel beállok oda, végigállva a sort, egy picit állok, mosolyogunk egymással, és akkor bögdössük egymást, hogy itt van a retard kifli. Na, kisfiú, itt van ez a tegnapi kakaós csiga. Edd meg a takarócsát. Na, menj most szépen a dolgodra, menj már a nagyvállatérig áll a sor, kisfiú. Szóval csajok kedvesek, na én erre gondolom. Igen. Erre gondolok. Önzetlenül aranyosak, cukik, figyelmesek. Neked egy kedves tréleres, aki bevisz a szakszervizet bárki. De ide szoktam hozatni magam trélerrel, mert mindig az ide be kell jönni dolgozni. De figyelj, nekem ezen az úton reggel senki. Na nézzük, mit írnak a hallgatói, mert nagyon sok embernek van hasonló ember az életében. Reggeli öröm Ovó néni, aki minden reggel akár esik, akár fúj, mosolyog, vidám párkedves szót mindig tartogat, örül minden érkezőnek. Sajnos most nem jön, eltört a bokája. Jobbulást kívánunk neki, és várjuk. Nekem egy aranyos hölgy dobja fel a reggelemet, minden reggel ott van a kávégép elején. Nem szól semmit, de segít elindítani a napom. Az anyósom pékségben dolgozik, a vásárlók képesek utána menni a másik üzletbe, mikor áthelyezik a városon belül. Reggel bölcsi után száguldok a villamoshoz, hogy beérek melózni, de van egy idős bácsika, aki mindig 200 forintot kér, na ő nagy forma. Hol udvarol, hol megnevetett, vagy csak meghallgatom, ha panaszkodik, de mindig felvidulok tőle, mókás kis öreg. Veszprémben a kék propelleres mobil szolgáltatónál. Így még nem hallottam, miket kék propelleres. Mobil szolgáltatónál dolgozik egy kerekesszékes értékesítő orsinak, hívják, csupa életöröm, jó kedvem lesz tőle, ha beszélek vele, vagy befizetem a számlám nála. Azt mondja, hogy Köszörűs Lajos bácsi, minden reggel pálinkával vár a melóban. Délig tart a lendület. Zékülte nekünk. Kidobja fel a napon a pálinkás bácsi. Igen, Köszörűs Lajos bácsi. Gyöngyösön a főtéri patikában egy szőke, mosolygós gyógyszerésznő, Andi. Kedves, aranyos, bájos hangú. Ó, ez akár még többről is szólhat. A leheltéri pékségnél áruló lány többen említik. Álmodoztam róla, hogy egyszer megfoghatom a kezét. Kölyök küldte nekünk ezt az aranyos eset. Milyen szerény álmok? Én ennél sokkal bátrabb vagyok álmaiban. Hát álmokban igen. Igen. Valószínű kamasz még, ugye? Megfogom a kezét. Még néhány év és szörnyű. Egészen más gondolataid lesznek. Szörnyűek, tisztátalanok, ördögtől való gondolatok. De ez aranyos, álmodoztam róla, hogy megfoghatom a kezét. Amikor adja vissza az aprót, fogd meg picit, úgy a kezét, hogy kicsit élj hozzá. És aztán engedd vagy kapd el, fog. Légy szíves, dolgoznom kell. Nem hiszem el. Miért vagy ilyen erőszakos? Add már ide a borsprét. Azért azt ne várj meg, amikor arcon fújnak. Igen. Na jól van, hát milyen jó ennyi pozitív SMS olvasni. Egy hallgatók ezt írja. Tegnap beolvastátok egy SMS-em. Ez hátán vitte a napot. És megint! Első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai is.
Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Ez itt a Best of Morning Show. Juli, hello! Hello, sziasztok! Jó reggel! Juliska, Juliska. Mit hoztál nekünk, Juliska? Szexi szerdán jártam. No! Oh, ez az, végre! A múlt hetes komolykodásunk után újra egy kis erotika. Nincs ezzel baj, nincs ezzel baj. És közvetlenül utána egy torkos csütörtök. Így van, pontosan. A szexi szerda az egy intim gurmé est. Kérem? Igen, nyilván a gurmé est kifejezés az számomra is ismerős volt, ugye egyre több helyen hallani, hogy éttermek, illetve ilyen lakáséttermek speciálisan összeállított menüket kínálnak az ínyenceknek, és akkor erre lehet jelentkezni. Te is voltál nemrég egy ilyen, ahol mindenféle ilyen nagyon furcsa dolgokat ettetek. Hát, heresérvet, meg igen, igen, teheresérvet is ettünk. Akármit szörnyűséget. Igen, azt én meséltem. Hát az tematikus est, de hát azért itt erről többről van szó. Ez egy gurmé, igen, az is egy gurmé, de intim. Na, én mitől intim? Na, hát én sem tudtam, hogy mitől intim. Ráadásul egyébként az interneten szörfözgetve találtam ezt a programajánlót egy ilyen intimitás központnak az oldalán, az Ünnepeljük a melleinket, illetve a velencei kurtizán program között. Ünnepeljük a melleinket. Ünnepeljük a melleinket. De ez a velencei kurtizán program, ez nálunk van Velence? Nem, az ott Velence. Ez kizárólag egy ilyen elvonulós program. Hogy ketten a pároddal elmentek? Hát nem a ketten a párunk, hanem több pár elvonul Velencébe. És swingereznek? Nem, állítólag nem. Nem, elvonulnak, és hát egymásra hangolódnak. Hát akkor nem járok messze a valóságtól igazából. Mondjuk nekem a Feri félre volna, jobban tetszett volna, hogy velencei kurtizánok átmenek Gárdonyból. És a Szegre. Na és mi ez a pajzán szerda? Igen, ez egy menü? Szerda, és lényeg az, hogy hát megkerestem a szervezőt, kérdeztem, hogy elmehetek-e rá, kipróbálhatom-e, de hát a mi családunkban egyébként a Miró a nagy gurmé. Tehát, hogy én egy szerény gasztronómiai hagyományokkal megáldott családból származom, én ezeket annyira nem tudom, hogy rántottus rizibizi. Hát körülbelül igen, egyébként ezen szocializálódtam, de a Miró az nagyon szereti az ilyen különlegességeket, az új ízeket, az új textúrákat, és kísérletező fajta. Én mondtam neki, hogy Miki, szerintem ez az a program, amire neked is el kellene jönnöd. Úgyhogy elhívtuk a nagymamát. Este bevágtuk magunkat a kocsiba, és akkor Miró kérdezte útközben, hogy te figyelj ide, tényleg mégis mi a túró lesz itt, tehát hogy így nagyjából mire készüljön. Én mondtam neki, hogy fogalmam sincsen, hogy mi lesz. Simán el tudom képzelni azt, hogy oda megyünk, egy félmeztelen rasztahajú pasi majd kinyitja az ajtót. Lakásra kellett menni? Igen, és megkér minket, hogy vetkőzünk mi is pucéra. Arra kértem, hogy ne rendezzen jelenetet. Tehát bármi olyasmi van, ami... Azért jó, hogy a Miró időzített bomba, azért az kemény, mikor félsz a saját férjedtől, ugye? Tehát, és szóval nézzem a hűtőbe, és ne kezdjen a főzőcskézet. Hogyha jön egy olyan pont, ahol a halk zümmögések között felszólítanak minket arra, hogy akkor most szabaduljunk meg a ruháinktól, akkor ne csapja ki a palávert, hogy már pedig az ő asszonkáját senki nem fogja pucéra látni, hanem egyszerűen csak forduljunk sarkon és menjünk el, mondta, hogy oké, rendben. Egy Rákóczi úti cím volt megadva, egy ilyen sötét körfolyosos épületben mentünk föl, mondom, atya úristen, hol jöttünk. Úristen, de beteg ez nagyon, a sztori, atya isten. A dolog lesz. És aztán fölmentünk, és hát legnagyobb megkönnyebbülésemre, illetve megdöbbenésemre egy lakáskonyhába mentünk. Ezek a lakáskonyhák, ezek ugye most már nagyon divatosak, ilyen különböző főzőtanfolyamokat, meg programokat szerveznek ki a lakásokra, amik egyetemen csak azért vannak kialakítva, szuper berendezésekkel, meg készülőkkel, hogy ott megtanuljál főzni. És egy Hummel Zsolt nevű férfi várt minket, ő egy szakács, szépen felöltözve, szépre vasalt inkben. És egyedül voltatok, vagy másik pár? Még egy pár volt, egy tök konszolidált helyes pár volt, úgyhogy megérkeztünk, fújtam egyet, hogy jó van, itt nem fogunk gatyát ledobni, meg nagyon pucérkodni. És a lényeg az, hogy ez attól intim gurmélyest, hogy van ez a Zsolt nevű férfi, aki elmesélte, hogy ő évekkel ezelőtt egy nagyon súlyos autóbalesetet szenvedett, hetekig, hónapokig feküdt kómában, aztán egy nagyon hosszú rehabilitációs időszakon vett részt, és ő, aki korábban nagyon nem szerette az emberek érintését, rájött, hogy nem is olyan rossz dolog ez, mikor az emberhez hozzányúlnak, meg úgy megsimogatják, meg megmosdatják, és nyilván persze, tehát visszajött a halálból. Szájtátva hallgatom, hogy ez a sztori hova fut ki. Egy autóbaleset, egy szakács, két pár, akik idegenek, egy körfolyosos gangos lakásban. Simogatással. Igen. Hát, hogy persze visszajött a halálból úgy, hogy ez nyilván átértékelte az egész életét, de miután ő kijött erről a rehabilitációs programról, ő elment mindenféle ilyen
masszázsokra, és aztán rájött, hogy ez neki tök jól esik, és akkor egyre mélyebbre és mélyebbre és mélyebbre ment, kitanult egy csomó mindent, és hát saját bevallása szerint is egy kicsit rácsavarodott erre az egész történetre, azóta szerintem a lingem és a Jóni körül forog minden gondolata. Aha. És rájött, hogy vagy hát úgy gondolja, hogy a főzés és a szexualitás az nagyon sok tekintetben hasonlít egymásra, mert ahhoz, hogy a kettő jó legyen. Tudom, én is mindig meccsem magamnak a rántást. Hidd el, hogy nálam a 10 év házasság után a főzés és a szexualitás brutálisan jól összekapcsolódik. De hát ő is ezt mondja egyébként, hogy egy jó főzés az lehet akár elő vagy utoljáték. Igen. És hogy ahhoz, hogy jó étel legyen, meg jó szex legyen, ahhoz kell kreativitás, ahhoz kell vágy, ahhoz kell egy kis fűszer, de a fűszereket sem szabad túlzásba vinni, mert akkor elnyomják az alapízt, és tulajdonképpen ennek a jegyében ezen a vezérsíkon haladt ez az egész, ez is egész közös főzőcskézés, mert hogy ezt együtt készítettük el ezeket az ételeket. És akkor megy ilyen kínos beszélgetés a másik pár, hogy légy és add ide a fekete borskot, jaj, nem ez tarka bors, akkor adj légy egy kis kömény magot. Ott kell elképzelni. Nem tudom, észrevettétek el, a legjobb bulik mindig a konyhában végzik. Igen, persze. Igen. És ettől, hogy ott körbeültük, vagy álltuk azt az asztalt, és ő ott adta a kezünk alá dolgokat, tehát tulajdonképpen mi csináltuk meg, a keze alá dolgoztunk, mi főztük meg ezt a menüsort, és ő közben így elkezdett beszélni. Tapis. De nyilván... Kicsit oda ment, így. Juliska, láttam, sokat spinningelünk. Igen. Miró, kérdezem, hogy kinyúlt a senkebe, szegény. Elkezdett mindenféleről beszélgetni, hogy a gyors szex az olyan, mint a gyors étterem, meg a gyors étkezés, hogy néha-néha persze tök részegen hajnali négykor az oktogonon tök jó bevágni egy hamburger, de hogyha ezen élsz folyamatosan, akkor elvész az értéke az egész történetnek, és hogy hozzá egyébként jellemzően 35 pluszos meg 40-es párok érkeznek, akik már 10-15 éve vannak párkapcsolatban, és hogy volt egy baromi jó szexuális életük, és aztán ez szépen úgy picit úgy visszább vett ez a hevület, és akkor most új ingereket, új lehetőségeket, új impulzusokat keresnek. És akkor, hogy ezzel is, ő is így volt ezzel, és 10-15 év házasság után jött rá, hogy ennek a történetnek igazából most kezdődnek a mélységei, és hogy még mennyi mindent lehet megtanulni erről az egész kérdéskörről. És hát akkor innentől kezdve mesélt nekünk mindenféle praktikákat meg. De ő elmondta, hogy szerintem mi baj a te életeddel? Nem, ő beszélt a sajátjáról, és innentől kezdve kérdéseket tett föl, tehát miközben mi főztünk, beszélgettünk mindenféléről, és tök fura volt, hogy azt gondoltam, hogy a Miró, aki majd így fog állni. Mi Miró arcát azért én megnéztem volna azért, ami keveri a csicseri borsókrémet, nem? Igen. Keresi a római köményt. Nem, Miró nem csak fél időben esetlen, hogy Miró Masszim addig az volt elfoglalva, hogy egy kis koncsa Gino, akkor felnéztem, hogy már tudom, hogy gondolom, nézd, figyelj, kicsit karamlizál, hogy utána pedig, mit mondtál? Na, volt szex, vagy nem volt, vagy mi volt? Semmi vetközés, csak duma? De szóval a Miró egyszer csak elkezdett kinyílni, és olyan dolgokról kezdett el mesélni, amit nem gondoltam volna, hogy idegen emberek előtt elkezd ezekről a dolgokról beszélni. És aztán a két pár is, és természetesen én is, és a vége egy ilyen... Óriási orgia. Egy brutál swinger. Nagyon-nagyon érdekes beszélgetés volt, tehát hogy mindenki feloldódott, hát ez a Zsolt, ez hogy is mondjam, ez topzódott a P betűs szavakban, és én láttam rajta, hogy ahogy kimondja, már attól beindul, és ahogy beszél az egészről, már attól csillogott a szeme. És a végén egymással tunkoltátok a pörkölt szájra. De akkor nem rajta múlott, hogy nem lett valami. Pineapple. Kimondta ezeket a pébetűs szavakat. Paragvány. Egy jó pineapple. Én kérdeztem tőle, mert hogy egyébként vannak ennek olyan, ennek az esnek egy ilyen special változata is, ahol vannak páros masszázsok is állítólag. Tehát a főzőcskézés után van egy szoba, ahol a párocska, ahova a párocska elvonul, és ott két ellentétes nemű masszőr van állítólag, tehát a férfit egy férfi és egy nő, illetve a nő, egy nő és egy férfi masszíroz végig. Én tehát mindenkit ugyanaz. Ez nekünk. Igen, de azt segítek, nem azt gondoltam, bocsánat. Mindenkit tehát... egy férfi és egy nő végig masszíroz, igen? Nem, az egyiket egy férfi és egy nő, a másikat egy nő és egy férfi. Segítek, a két párt nem masszírozza, hogy férfi és egy nő. Igen? Nem biztos, hogy jó pufa, hogyha Miró előtt, illetve Miló mellett fekszem egy ágyon, és azt nézi, hogy engem egy másik pasi hogyan masszíroz végig, úgyhogy gondoltam, hogy ez a vonal lesz. Sok lenne neki. Hogy ez nem fog működni. Hogy vannak ilyen jellegű programok is, és így rákérdeztem, hogy na de ilyenkor van összekacsintás, vagy bármi, hogy
esetleg ebből lehet-e több, és mondta, hogy soha nem, nincsen ilyen, ezt az elején őkkel is mondják, hogy itt ez a látszattal, vagy a közvélekedéssel szemben, itt nem az a lényeg, hogy itt a végén mindenki mindenkivel, és aztán... Hanem mindenki vele. Akkor elmentetek, és ha jól értem, akkor négyen megfőztetek egy kaját, ott volt Sanyi, aki nagyon izgult a P betű szavakra. Zsolt. Megettétek a kaját, Zsolt örült, hogy megfőztetek neki. Mondom a menüt. Tehát a menü az például az volt, az első az egy leves volt, amit közösen főztünk meg, az egy mézes, ibolyás, tejszín krémleves volt. És amikor közben tudod, rakta föl az ibolyát, és akkor mondta, hogy a női nemiség és a szerv, és akkor... Rakok bele egy kis és a porzó meg a bíbe. És akkor ráöntjük, és így láttam rajta, hogy így beindul ezektől, ahogy főzi, és olyan... És tényleg egyébként az embereken, akik ott voltak, a másik pár is, meg mi is, úgy kezdtük úgy jól érezni magunkat ezektől a szavaktól, meg úgy kezdett oldódni a hangulat. A második fogás az például egy steak volt, aminek az egyik oldalát bebundáztuk, a másik oldalát kicsit élesen hagytunk. Isten, sok beteg helyen voltam, mert pedig közösen kinyaltátok a kuktát. Mármint úgy ért az edényt. Igen, mert hogy a kukta nem volt ott. Senki ne értse félre. Ezt egy lencse ágyon tálalta, és akkor a harmadik, az pedig egy desszert volt, egy ilyen körtés, langyos pite, amit így megkérdezte. És akkor hozta a tésztát, és akkor mondta, hogy masszírozd meg a tésztát, hogy nyújtsd ki. Langyos pite. Beteg. Masszírozd a tésztát. János, mit szól egy kis langyos pitéhez? Hát, csókolom. Lehet, hogy rossz szerint csöngetem. Nem lehet, hogy Zsoltnak régen volt szexuális élete, hogy egy pitébe belelátja már ezt, meg tálalja a forró lencsehabot, és akkor szexualizálja az ételt. Nem, hogy az ételek inspirálják, és szex közben is inspirálódik, és az ételekről eszébe jut, és akkor hát ha egyébként meg ránézel egy szép fonott kalácsra, hát mi az, ha nem, ha az, hát persze, hogy az, hát néz rá, hogy milyen formája. Volt már olyan, hogy összeesett a hűtő előtt? Kinyitott a hűtőt, és összeesett előtt, amikor benézett. Úristen, mennyi pénz, mennyi parizer. Basszus, hát most pont magam elé vizualizáltam egy fonott kalácsot, hát rohadtul semmi nem jut róla eszembe. Hát látod? A hasizmomon kívül. De nem, komolyan basszus, hogy nem tudok egy kalácsot szexualizálni, mert nem arra hiba lehet, de tényleg nem. Hát, hát egyébként ez a pasi, ez indult a Konyhafőnök című sorozatban is, és ott is kiverte a biztosítékot, miután előadta, hogy a sárgarépa leves az osztrigával, és hogy hát hogyan kell ezt az osztrigát úgy megfogni, hogy az szétnyíljon, és ezt mindezt így élő adásban, hát az... de mindenkinek előadta, és hát ez olyan érzékletesen tálalta ezt az egész történetet, hogy mindenkinek fennakadtak a szemei. Tehát egyébként maga az este barom jó volt. Egy nagyon jó tettünk, és egyébként nagyon érdekes volt, hogy egy csomó olyan információt megosztottunk magunkról, amit azt gondoltam, hogy idegen emberek előtt nem feltétlenül vállalnánk föl. Érdekes volt. De ő kérdezett? Tehát, hogy ő próbált helyzetbe hozni, hogy mondjál magadról dolgokat? Mesélt, és szerintem még jobb lenne ez az est, hogyha ő kérdezne is, tehát, hogy nagyobb lenne az interakció, mert hogy így reagáltunk azokra a dolgokra, amiket ő mondott. Uh-huh. Tehát, tulajdonképpen azt éreztem, hogy ez a kicsit Zolt, ilyen annyira, volt. Igen, tehát, hogy ő annyira tele van élménnyel, és annyi, hogy is mondjam, annyi mindent tanult, meg tapasztalt erről az egészről, hogy ő ezt nagyon szívesen átadná, hogy mindenki, mindnyájan részesüljünk ebből a sok kérdezik, jóból. Kérdezik, hogy az este alatt nagyon sok piña colada fogyott-e? Ez új kérdés, nagyon jó. Igen. És hát igen, nagyon sokszor hangsúlyozta, hogy igazából az, amit mi tudunk így a szexualitásról, meg amit mi így csinálunk így általában otthon, ezek a hétköznapi szöszmötölések, hogy ennek sokkal nagyobb mélységei vannak, és akkor beszélt a magmegtartásról. Nagyon jó. Ez egy új... Mindez miközben keverte a zsizserit. Csinálta a lencsehabot. Most egy picit a késleltetett magmegtartásos orgazmus. Ha ez egy új vonal a gasztronómiában, előbb-utóbb lehet, hogy a kórhelyben is előfordulnak, hogy a Feri ott rátámaszkodik az asztal, és azt mondja, hogy átállt-e már a csurgatott levesünket, illetve a csirke becsináltak, és utána ajánlanik egy kis tocsogos korlacsintát, és most néhány szó magmegtartásról. És kézzel így állnának fel, hogy köszönjük szépen. Köszönjük, majd legközelebb viszontlátásra. De ez így elmesélve nyilván tök szürreális, de ha ott vagy benne, akkor azért nem volt ez annyira. De egyébként jó lehet, tehát egy oldott hangulatú este. Mi meg csak ezt felhormoltunk a bazilikában. Mi az? Miért? Oldott hangulat, hogy valaki erről beszél olyan maga. Én bírom, minden mire, ami kimozgat a komfortzónámból, szerintem nem rossz.
beteg meg beteg. Miről beszélt? Amikor azt mondtad, hogy így ő föloldódott. Például... A kalasnyikovok. Például tök érdekes volt. Kettes ívtárral. Nem, beszélt például arról Zsolt, hogy van Amerikában egy pszichológus házaspár, akik évek óta együtt vannak, és hát már csak ilyen... Nem is szex nélkül vannak együtt, hanem hát úgy megvannak, hát ilyen heti egy-két alkalommal egy össze-össze bújnak, de hát már túl sok köszönet nincs. Hát a szerelem. Micsoda? Heti egy-kettő? Hát irigykedem. Tehát az alulom, hogy a leglobogóbb időszakomat idézni. Heti egy-kettő. Rohadjanak meg. Micsoda? Az nekik arról, hogy rohadjanak meg. Füstöl a kanapéhoz. Az az új évi fogadalmat tettek, hogy egy éven keresztül minden nap összebújnak. De hogy meg lesz este 8-tól 9-ig az időpont, és akkor ők szeretkezni fognak. És ez nagyon-nagyon kényszeredetten indult az egész, és baromi izzadságszagú volt az eleje. De két hét után azt vették észre, hogy az intimitás újra kialakult közöttük, hogy sokkal jobban kommunikáltak a hétköznapokban, és hogy egyébként azt mondják szexuálpszichológusok, hogy ha kivész a szex a házasságból, tehát a szexel egy házasságot meg lehet menteni, mert ha kivész a szex belőle, akkor azzal együtt kivész a bizalom is, kivész az intimitás, kivész az egymásra hangolódás, a saját, illetve a másik szerethetőségbe vetett hit, és ez aláes egy csomó mindent. De ha egyébként a szex rendben van, még úgy is, hogyha egyébként ezt programszerűen csináljátok. Ez olyan, mint amikor állsz a tükör előtt, mindig mosolyogsz, és azt mondod, hogy jó kedvem van, és egy után jó kedvem van. Én puszit dobok. Mi? Oké. Ez egy ilyen beszélgetek, hogy megy ma Bali. Ezért remek meg kellett. Csap bele, Bali. Irányul dolgozni. Én azt szoktam csinálni, hogy felveszek egy külső kicipőt, és megpróbálok egy félfordulatot tenni úgy, hogy közben hátra nézek a vállam fölött. És bujjál magamra nézek. És ez egy őrült szexi vagy, mert dobsz egy puszit, és elindulsz dolgozni. És pörgetem a ridikülemet, ami lak. Szóval nem, hogyha, még akkor is, hogyha ezt én programszerűen csináljátok, akkor ez újra visszahozza a lelkesedést, meg a vágyat a kapcsolatotokba, és akkor a Miro Ednek kapcsán kezdett el vitatkozni a Zsolta, hogyha szerinte ennyire programszerűen ezek a dolgok nem működnek. Ez volt az első dolog, amihez így hozzászólt, és aztán utána arról, hogy hogyan lehet magot megtartani, és hogy ez micsoda marhaság, és hogy sokat lehet kell élni, meg hasonlók. Szóval, hogy így, hogy nem csak állt, mint egy sült hal, hanem beszélgetett ezekről a dolgokról, és ez nekem tök fura volt, hogy a Miro is kivette ebből a... Hazamentetek, volt-e valami, vagy se? Volt. Jó. Ennyi. Hát látod a csicseri borsó, meg a rántott puliszka. A sok P betűs, hogy meghoztam. Ez jó, Júli, én bírom, hogy jó program volt egyébként, én várakozáson felül. Árba húzós? Nem drágább, mint egy ilyen gurmiest, hogyha elmész egy lakást. Tehát nem százezrekek, nem. Mondom, én csak jó szívvel tudom ajánlani, mert nekem jó pufa. És annyi, mennyire kábelbarát? Másnap nem volt, gyertek át, jó volt. Ma este hol találkozunk, tehát nem akarható, Sanyi, vagy egy klasszik kábelbarát. Jól éreztem magam, beletek dobálja kavicsokkal az ablakot. És Sanyi, halló, itt vagyok. Miről ezt nem fogod elvinni, kiben az ablak előtt. Jöttem magot megtartani. Olyan jól éreztem magam beletek, nincsenek barátaim, gyertek át ma, és csinálunk egy jó pitét. Sanyi, takarodj már, mert elég volt, köszönjük. Maradt még a parajos puliszkából. Csomagoltam. Hát nem szavarok, felugrom egy picit. Na, hát ez volt. Na, jól van. Szexi szerta. Yes, próbálj ki ilyeneket, Júli. Próbálj ki ilyeneket, jól van. Ez itt a Best of Morning Show. Állítólagosan zenélni fog a 67-es út aszfaltja. Na. Egy speciális technikának köszönhetően. A 67-es út. Hát ugye az nagy labda, hogy mit zenéljem. Hát igen, ki lehet találni valószínűleg. Igen, felhívjuk ki a Loper Danit, a közútkezelőt. Már nem ő kezeli az utat, csak ő a közútkezelő Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési ZRT szóvivője. Hogy mi, hogy kell elképzelni, hogy zenél egy út? Tehát belevisznek valami olyan anyagot, amivel ha én megyek, akkor olyan hangot ad a gumim? Vagy ez hogy van? Ja, az olyan, mint az autópályán az a sáv oldalt, hogy ne hajts le, tudod, amikor igen, az... Igen. Amikor az hangot ad. Aha. Tehát, hogy én megyek majd az autóval a 67-es úton, és előadja az én autóm a 67-es út című dal. Igen. Igen? Vagy rácsatlakozik. Tehát, akkor elindulsz, és akkor így nagy esők jönnek.
nagy esők jönnek, és elindul a szín. És ha lelassítok, akkor az meg úgy szól, hogy nagy esők jönnek, és elindul a lassít. Tehát amikor jó tempóban énekel majd cipő, akkor tudom, hogy a megfelelő sebességgel megyek, vagy ha lassan megyek, akkor is ugyanazt énekli. Mert ez egy új technika, baromi érdekes egyébként. Csillogó, a torlódás. Dugó van, cipő szegényként lassabban énekel. Valamilyen anyaggal vonják be állítólag az utat, ez egy speciális technika, és ahogy ugye a kumi súrlódik, az adja majd a hangot. Hát valami jó egyébként, tök még nem hallottam. Nagyon jól hangzik. Én azt gondolom, hogy ez még az utolsó periódus lenne, már tényleg nem tudjuk mire költeni a pénzünket, és az összes kátyút betömtük már is mindenhol egyébként. Hát lehet, hogy olyan a kátyú. 21. század az utaknak a minősége, és azután jönnének az ilyen ötletek, de hát lehet, hogy mit tudom én. Ez is előremutató, mint a pólód. Igen, egyet megcsinálják, és majd a többit is, Sari, amikor elérnek odáig. Ezt igénylik az autósok? Kérdezem tőletek. Én igényelném. Én ha arra járnék, én igényelném. Ez tök jó. És ezt akkor is hallod, amikor mondjuk fel van húzva az ablak. És szól bent a zene? Nem. Ez is egy érdekes dolog, hogy ezt mikor hallod, hogy hallod. De ez mennyibe kerül, ugyebár ne legyünk ilyen. Na, ez most mennyibe kerül, miért nem inkább? És kinek? Szelektív hulladék gyűjtöket helyeznek el. De ez egy érdekes, és már mindenki elkezdett azon gondolkodni egyébként, hogy mi szóljon az M1-esen, az M7-esen. Például, amikor mentek Balatonra az M7-esen, és szombaton délben ott álltok a dugóban, ahogy történt ez most hétvégén is. Mi az a dal, amit az ember szívesen meghallgat? Vagy mit hallgatnánk az M3-ason? Az M7-esen, By Alex-től a 7-esen. Van ilyen dal a By Alex-nek, tényleg? Ne, csak át lehetne írni nagyon könnyen a kedvesemet. Na, itt van velünk Gloper Dani. Hello Dani, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel. Dani! Jól tudjuk, hogy te éppen most üdülsz, vagy nyaralsz, vagy és csak miattunk. Ezt nem árulhatjuk. Nem, éppen Franciaországba utazom, igen. Hoppácska. Úton vagyunk, jövünk Európa. Kicsit fenyegető volt. Mentek a magyar-osztrákra, vagy az osztrák-magyarra? Igen, igen. Komolyan? Na, de jó. Azért ott biztos, hogy jó hangulat lesz. Teletöm a koffer tiltott pirotechnikára? Vigyetek. Pia, oroszok vagy angolok? Igen, oroszok vagy angolok nem lesznek a közeletekben, akkor még az is előfordul, hogy jól érzitek majd magatokat. Akkor mert csere. Hát utánuk már abszolút békésnek fogunk tűnni, tehát. Az igen. Hányan mentek? Több autó? Egy autókonvoj? Hát mi már csak ketten megyünk a velommal, és aztán még csatlakoznak ugye a lányok is, és többen leszünk majd. Tehát nagyon sokat vannak. Itteni lányok, vagy már kinti lányokra számíthatok? Igen, ez csatlakoznak kint a lányok, ez nekem ezzel nem bajom. Csak érdekes a felvetés. A csajok külön autóba utaznak akkor, tényleg? Külön jönnek repülővel, igen. A lányoknál ugye a barátom felesége, ez az én barátomról van szó, mielőtt bármilyen félreérték. És akkor mondták, hogy ti üljetek két napot az autóban, nem tudom még, ők meg azért kijönnek repülővel. Előre megyünk, igen. Jól csinálják, a csajok azért is. Csajok ügyesek. Kinek két nap, kinek két óra. Hát, hogy a Dani csinálják jól, már is érted. Szerintem az menő egyébként kocsival kimenni, egy haverral végigmentek, az teljesen jó. Hol tartotok éppen? Stuttgartnál, úgyhogy a német meccset már itt néztük tegnap, hatalmas hangulat volt, úgyhogy... Magyarokon kívül drukkolsz valakinek, Dani? Hát most megvan a lehetőség, hogy a magyaroknak szurkoljunk. Tehát éppen azért jöttünk ki, mert ugye 44 év óta nem voltunk semmilyen világtornán, úgy voltunk, hogy most nem kockáztatunk, most gyorsan megnézzük. Szurkolunk neki. Jön 40. De most nem szurkolok senki másnak, tehát most... Most csak a magyaroknak. Na jól van, helyes. Na. Oké, na mi van ezzel a 67-es úton? Mesélj egy kicsit, ez igaz? Ezt egy bulvárlap írta meg, hát nehéz elképzelni, mert ez egy, nyilván baromi sokba kerül, de van erre valami esély tényleg, hogy bevonjátok speciális felülettel az utat, és zenélni fog a 67-es út? Hát nagyon örülök, hogy most nem dugóval kapcsolatban hívtatok egyébként. Tehát amikor fogtok keresni, akkor mindig az van, hogy valamilyen dugóba beleszaladtok és fölhívtok. Nem, ez abszolút működik a dolog. Ugye itt most már a közbeszerzési kiírásban benne van az, hogy egy akusztikus aszfaltot kell előállítani a kivitelezőnek. Ugye nyilván, ahogy meglátják a kiírást, szerintem egyből telefonálni fognak, hogy akkor mégis mire gondolunk. Ez egy kb. 500 méter hosszan olyan bevágásokat teszünk az aszfaltba, amelyek ugye a mélységük és az egymástól való elhelyezkedésük alapján ugye olyan frekvencián szólnak, amelyek ugye a 67-es úton című 67-es úton című számnak az első részét fogják ugye
az lehet hallható, amikor egyébként az autóban utazunk. Ugye miért pont ezt az utat választottuk, és miért pont ezt a számot? Ugye nekem nagyon erősen él a 90-es évek a fejemben, amikor mindenhonnan a rádióban folyamatosan ez hangzott. Én arra emlékszem, az általános iskolában is a tanárinak a szobájából a tanárok ezt hallgatták, ami számomra egy nagyon erős élmény volt, hiszen nem gondoltam volna a tanáraimról, hogy egyébként könnyű zenét hallgatnak. Ez akkoriban nagyon ment, és azt gondolom, hogy ezzel egy nagyon szép emléket lehet állítani. Magának az együttesnek, magának Bódi Lászlónak, ugye az elhunyt frontembernek, és maga a szimbolikának is az a lényege, hogy hát lényegében az aszfalt, maga az út, az egy hangszerként működne. Dani, hol volt a csapatépítő, és alapvetően mit fogyasztottatok, amikor kitaláltatok ezt? Igen, és miért nem csináljátok meg az egész M7-est a Földvár felé félúton? De csak félútig. De csak félútig, az is jó. Igen, azt el kell mondjam, hogy az ötlet a Botmarci barátom, egy PR szakembernek az ötlete volt. Én maga az, hogy ezt a 67-es úton csináljuk, ezt évek óta próbálom ugye az útépítőkkel, útépítőknek segítséget, a lirikus lelki útépítők segítségét kérni abban, hogy ebben közreműködjenek. Egyre többen segítenek egyébként, tehát most már nagyon sokan magukének érzik ezt a tervet. Bálnának a hangja. Ez a dal. Ez volt a dal, aha, de szép ez, dal. Ez volt, ez volt, igen. Ez biztos valami angol gyerekdal lehet. Ez volt maga, ez volt maga. Na, hallgatóinknak is megint a fantáziája. Mindenki leírta, vagy elküldte nekünk SMS-ben, hogy az ő útját, amerre megy minden reggel, azt hogy lehetne hívni. A 83-as főút csak sírni tud. Olyan rossz állapotban van Tétés vagy Tétés Gyarmat között, kicsi küldte nekünk. Azt mondja, hogy Szombathelyről járok Szelestére dolgozni, nem tudom, az életemet hol rontottam én el, címszám szólhatna. Az Lánchíd előtt az alagútba Hofi Kós macska duettból az a rész, hogy hoppá, most figyelj, minden lukba dugó kell. Dugó, padugó. De jó. Ez Kata küldte nekünk. A 86-oson Mosonmagyaróvár és János Homolyra között ugyancsak 10 km, de a Neoton 220 felett című száma tökéletes lenne. Gondolom, nem kell elmondani, hogy miért. Munkába menet szólhatna a Road to Hell, ugye az M3-ason, aztán a felcsúti utat csináltatnám meg, hogy valami Amerikát játsza, lassan már ott tart a falu. Ezt Benfi küldte nekünk. A 44-es útra száj velem, még nem repültem senkivel. Ez az út valami botrány. A 10-es úton az Ürömi dugóban a Don't Worry Be Happy, ezt Dani küldte nekünk. A Teve utcai börtönhöz Zámbó Jimmy, egyszer megjavulok én. Egyszer megjavulok én, Gabesz. Érte nekünk, köszönjük szépen. Kunzen Miklós, a kátyúk hazája, a pocsolyába léptem, ezzel nyugodtan szólhatnám. Én is küldenék egy dalt Daninak a 10-es útról, e felem egyszer megtalállak. Lesz miről beszélgessetek. Ráj, hungaráj! Hungaráj, hungaráj! Elérkezett a nagy nap! Az az első napközság! Ez egy nagyon nagy dolog. Ez egy nagyon nagy dolog. Kicsit fáj, hogy Bordóban játszanak, nem piros-fehér-zöldben, de nem baj. Ja. Vagy úgy. Mit hoztam nektek? Képzeljétek el! Na mit? Na mit? Mit küldött nekünk Gyugyi? Gyugyi? Nem mondja, hogy ő küld. Maga Gyugyi? Maga Gyugyák Balázs, így van, egy nagy tarts Balázsnak. A Gyugyi küldött nekünk magyar meszt. Úgyhogy Balázs, köszönjük szépen. Ez egy nagyon kedves húzás. Adjátok át neki, hogy megérkezett, megköszöntjük, csokoltatjuk. Készültem adatokkal, és nem tudom, mit vagyunk ennyire becsokizva az osztrákoktól, mert hogy összesen eddig állítólagosan 136-szor találkoztunk egymással. Igen. 136? Hogy játszottunk ennyit? 136-szor? Hogy találkozhattunk egymással? A magyarok 66-szor, az osztrákok 40-szer győztek, emellett 30 döntetlenünk van, tehát jobb a mérleg. Ez az! Jobb a mérleg. Csírák. 297 gólt lőttünk az osztrákoknak eddig, míg egyébként az ellenfél 252 gólt lőtt nekünk, tehát 3 gólt, beszél? Ha ma lövünk, akkor megvan a 300. gól. Ennek azért fussál egy egyszerűen ebben a logika. 297 gólt lőttünk eddig az osztrákoknak. Igen. 252-t lőttek ők nekünk. Igen. Tehát úgy jól mondtam, ha még lövünk 3-at, akkor megvan a 300. gól. Gólt az osztrákok ellen. Aha. Elég, ha 1-0, és akkor jó. Hát kerek szám, jó, de hát. Legutóbb 2000
2006-ban találkoztunk egymással, augusztus 16-án Grácsban, akkor a magyarok 2-1-re győztek. Az első fél időben Gerazoli, aki egyébként most is kint van, ugye? Valamint Horváth András talált be, majd egy nyomorúságos szépítő gól a harmadik percben. Egy nyomorúságos. Egy kis alamizsnát adtunk neki. Szánszer Kujic, Haszent, Lötyen. Szlóle, Flotyen, Plóle, Tötyen. Véletlenül begurult. Na Istenem! Gumics is más hátra szóltak erre, hogy ezt enged, már menem, hogy gyerek már nem menjenek 2-0-ra. Tehát a faluból. Tehát a mai este esélyesei a magyarok! Hajrá, magyarok, hajrá! Egy kis hangulatban hozás, így kommentátorilag jöhet? Persze. Hogy ne jöhetne már? De valami régi szép meccset akarsz mutatni? Egy régi szép meccset, kigyűjtöttük a magyarok összes olyan gólját, ami fontos volt, nagy gólorőm volt, és kijutottunk ezen gólokkal az Európa-bajnokságra. Csak hogy kicsit hangulatba jöjjön. Hú! Ja, már benne van, a Jani. Na, hallgassuk akkor ezeket, jó? Stieber lő! Stieber a 84-ben! Kicsúszott a kapus kezéből, és megadja! Megadja! Kicsúszott a labda! Gundi! 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 Kádár! Ott a fejlesz, és ott az egyenlítő gól! A pártalan éppen! Gyengi át, Böde! Böde csele, Böde még mindig Böde lövés! Gól! Beadás Ködének magas, Lovrencsicsnek jó lehet, és ott az egyenlítés! Na ez most már tényleg bent van! Lovrencsics a gólszerző! Lovrencsics a helyzet, gól! Megszerzi a vezetést a magyar válogatott az 54. percben. Német Krisztián pofozza be a labdát a hosszú oldalon. Kicsit nagyobb lendületet várunk. Tovább teszi ott a gólhelyzet, és belövi Német Krisztián. Ezek már egy városon belül van. 3-2, így is van. 3-2, és lehet vinni. Ma majd Klein Heisler lő. Gól! Ott van! A Zsolyász megszerzi a vezetést. Priskin még. Jönnek ketten is segíteni. Priskin lő. Gól! És hagy a gól! Na ez az elfulló. Micsoda gól, nagy gól. Böde csúsztat. Eddig nem nyertünk? Ne. Na, de ezek voltak. Ezek voltak. Lovrencsics nem játszik ma, az a baj. Ja. Pedig itt milyen szép ezek volt. Voltak a legfontosabb, ezek voltak a legfontosabb. A legfontosabb gólok az utolsók egyébként pont itt az Üllői úton. Így van, ezek voltak a legfontosabb. A legfontosabb gólok. Én már kifáradtam, mi lesz este? Fú. Megáll a szívem. Atya úristen. Bali Isten, Benstor, gép, Magyarország színre lép. Ki milyen eredményt mond, mikor jön az első gól? Nem merünk egy kicsi fogadás, egy kicsi tipp, valami, hát ha... Hat hát... után! nincs, van, nem vagytok ma fogadós kedvetekben. 2-0-ra megyünk. 2-1. 2-1. 2-1, de nekünk. 2-1. Csucsi este odaver, sírni fog ma Ösztereik! Köszkazi. Jó, én egész este ilyeneket fog. 6-tól én a meccs alatt, amíg nézzük, én nem csak biztos, ezeket. Hogy tudok menni. Csak ilyeneket nyomjunk. Gerazoli cserepadon imádkozik se ide nagyon. Így van, Zunga traktor szánt az eke osztrákoknak, most lesz vége! Ez az! Ott fog hullámozni a Züllel. Jöhetnek még a kicsik is induló. Jó, írd föl, létszes fél időben egy-egy, második fél időben még egyet. Bevarunk 2-1 a végeredmény. Te jössz? 3-2. 3-2? Igen. 3-2 ide. 3-2? 3-2. Én azt mondom, golzáporos meccs lesz. Most, ha nyeréseket tippelni, akkor én azt mondom, hogy... De arra kell, amit érzel a szívedből. Na, mit érzel? 1-0. 1-1-1-1-1 gólt. Egy gólt valahogy bekavarunk. 1-0. Sírni fogtok, osztrák bulák! Nyert a magyar esti hír, Schwarzenegger népesi! Schwarzenegger! Ausztria gól nem talál, pizsomás kapu, a király! Nagyon jó kapu! Szép lányok és jó borok, nekünk nem kell más, ezt olvastad? Vesszenek a sógorok! Real Ungária! Hajrá, Magyarország! Minden versbe kell a rím, veszni fogtok, osztrák tím! Nagyon. Köszönjük, Petya! Itt az úgy jött a gól, egyeszteni nektek szól! Szép gól, Jani! Szép gól, Jani!
Legjobb ücsi most a kók, szívni fogtok, osztrákok. Meghallgatjuk akkor, hogy egy spanyol kommentátor hogy közvetíti a magyar gólörömet majd este? Meghallgatjuk? Hogy ne hallgatjuk. Ugyanis volt ugye a gólöröm játékunk, és Zsolt volt, aki megnyerte, és utazik velünk majd Barcelonába, ugye októberben, amikor is megyünk egy Barca meccsre, és a játék tétje az volt, hogy ugye nyer egy hűtőszekrényt, valamint ugye ott lehet velünk egy Barca meccsen, és ti, drága hallgatók, úgy döntöttetek, hogy Zsolt utazzon velünk, egyébként szerintem is ő érdemelte meg a legjobban. És arra gondoltunk, hogy felhívjuk Zsoltot, ez most nem függ össze azzal a játékkal, csak ha már neki ennyire jól megy a kamu spanyol, és ennyire tud hát szakkommentátori vénával tudósítani, akkor mutassa meg nekünk, hogy hogy kommentálják majd a ma esti meccset a spanyolok, és hogy örülnek majd a magyar gólnak. Itt van velünk Zsolt, hello Zsolt, jó reggel, ciao. Hangulatban vagytok, szerintem. Mi muszáj. Nagyon akarjuk ezt a ma estét, a győzelmet, így mindent, van. Vért ittunk. Kell a magyaroknak egy kis vérátömlesztés, mert mindenki egy kicsit szkeptikus, meg egy picit nem akar annyira drukkolni, meg azt gondolja, hogy úgyis kibérelnek minket hattal. Ez a mai így napot van. Mi annak szenteltük, hogy kicsit tényleg meghozzuk a régi szurkolói kedvet, ami ott volt 86-ban, ami ott volt, nem tudom, 72-ben még az EB-n, amikor ki voltunk. Nem, hát 86-ban még ott volt a szurkolói kedv. Ott ment el. Az első körben. Igen, mi is annyit szívtuk a vérüket, most egy picit törlesztünk. Szerintem most az egész műsor szólhat róluk, azért ez egy nagy dolog. Erre egy generáció várt, így van. Zsoltikám, mi a helyzet? Várod az estét? Hát nagyon igen, szenzációs lesz szerintem. Tényleg ez ritka pillanat, sajnos, de reméljük innentől minden feltörögés, ott leszünk minél több eseményen. Hát én is már izgulok, ideges is vagyok, hogy tényleg hogy fognak szerepelni. Ugye nagyon erős, ha tényleg itt most már kell minden az osztrák keretet is, de mi ott vagyunk, ez a csapat, ez most a szívét, lelkét ki fogja tenni, darálni fognak, mint az őrültek szerint. Hát remélem. Igen, az egész ország velük van, most miattunk is kell, de szerintem ezt ők egyébként nagyon érzik, és ott fognak remélhetőleg idézőjelesen, hát tényleg kihajtani a belüket, meghalni a pályán, mert ezt várja most el tőlük mindenki. Így van, szerintem, bocsánat, de a szurkolók is melléjük álltak, tehát tényleg mindegy, hogy milyen klub, ki hova szurkol, ki milyen csapatnak, itt egyértelműen mindenki a magyarokért összeállt. De hát ezt így is kell, szóval ezt azért minden ország nagyon tudja, most nekünk is hozzájuk kell csatlakozni, itt most mindegy tényleg közel van, milyen klub szinten kinek drukkol, itt most egy a cél. Gyugyi egy szabadrugás gól után beveszi az osztrákok hálóját, te mint spanyol szakkommentátor ott ülsz ugye kint az EB-n, és kicsit velünk vagy, kicsit nekünk drukkolsz, örülsz a magyar gólnak. Jó? Felkészültél erre, Zsolti? Jó. Fel. Nem tudom, esetleg változhatok ezen a stratégián, és lehet magyarul is, és spanyolul is. Minden lehet, legyen egy kicsit magyarul beszélő spanyol kommentátor, vagy magyarul beszélő kicsit spanyolul is tudó kommentátor. Bármi lehet egyébként. Oké, akkor igyekszem intézni egy jó kommentálást. Na figyelj, kapsz egy kis atmoszférát, figyelj. De jó ezt hallani. Így van, ez már egy pesgés, tehát egy szenzációs. Na, oké, akkor indulhatunk, jó? Oké, hát én azt mondom, hogy nagyon sokat vártunk erre a pillanatra, a hölgyeim és uraim. Hát igen, jó, nagyon jó a mérkőzés. 1-1 az állás, 94. percben járunk. Nem hiszem el, hogy nem tudjuk behúzni ezt a győzelmet, és most királynálad a király hatalmas kirúgását előre vágja. Visszafejelik az osztrákok, Kleinhelyzer veszi merre a labdát középen, balra tolja ki Lovrencsicsnek, Kádár, egy kötény, még egy kötény, gyönyörű, oda-vissza meg volt az osztrák fiú, húzza még nagy léptekkel, nagy, Stieber, jó mozgatjuk a labdát, meg lehet fiúk, meg lehet, Stieber kirúgja, Zsuzsák átveszi, megtolja, megtem is csinálom, ez gól, onda gól Zsuzsák, Zsuzsika, 2-1, a francia bíró lefújja a mérkőzést, 2-1, nézzük spanyol kollégánkat, Ré, 1-1, király, Raymond el Balón, la pelota, Kleinhelyzer, Österreicher Tirol der Skina, Nagy, Stieber, delante el da pilota nos movinos, bien Balón, grande paso, para Giulia, Tiro, lo crezco, una mora, gol! Nagyon jó vagy, hát bárcsak ez lenne este, azt a minden ide jó vagy. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb
legnyitottabb reggeli műsora.